Üdvözlünk mindenkit, ez itt a FanWit Geeks Betrayal Legacy livestreamjének a második része, és ő pedig ott a Kaci, ő itt a fantasztikus Csirke, és ő pedig a még fantasztikusabb Viktor. Sziasztok! Mert megint próbálsz szítani ilyen viszályokat köztünk. Igen. Semmiféle viszályról nincsen itt igazából szó. Az a viszály, ami van, azt ti magatok generáljátok. Az én szívem nagy, a szeretetemet nem megosztom, hanem mindenki odafárad, és mint egy kehelyből iszik amennyi. Nagyon féltem, nagyon-nagyon féltem a mondat elején, hogy hol fogsz, melyik csalitosban bukkansz ki ebből az erdőből. A kehely helyett esetleg péniszt mondanék? Miért kell provokálni? Nem történt volna semmi. Azon gondolkodtam, hogy felvetem esetleg, hogy így csak horrorjáték, hogy így a múltkorinál nagyobb ilyen nem is tudom, komolysággal, de kicsit úgy érzem, hogy a hadvezérek így kivonul a dombra, és a versseregek már így mennek hozzá, puskalövés nélkül. Semmi gond nem lesz, hatalmas komolysággal. Egyébként ezt meg is kaptuk, hogy nem vagyunk, hogy is mondjam, megfelelően komolyak. Hát azért feleségem egészen egyszerűen csak annyit mondott, hogy alpáriak vagyunk, viszont Viktor jó fej. Köszönöm, üdvözlöm, csókoltatom a felés. Az ön kedves nejét. Csinálhatjuk azt is, hogy köz! Ja, mondjuk engem gyűlöl, mert én elhívlak mindenféle társasos dolgokra, ahelyett, hogy férfiói kötelességeidnek tehessél. Visszafogottan kedvel. Ez az emberek nagy részére egyébként igaz, úgyhogy nincs ezzel probléma. Na már most! A Betrayal Legacy-zni fogunk, ez ugye egy sorozat lesz a csatornán, ahol ha minden úgy megy, ahogy mennie kell, és nem kell elhagyni közben az országot, akkor végigjátsszuk a Betrayal Legacy egész történetét. Ugye a prológus volt az első streamünk, és most a második streamünkben az első chaptert fogjuk valójában végigjátszani. Kis recap, hogy mi történt az előző epizódban. Meghalt mindenki, kivéve a szexuálisan frusztrált német kisfiút, aki valahogy túlélte, a 9 éves szegény Etelt abuzálta Wilbur atya. Nem! És Wilbur atya azt hitte, belehalt, hogy boszorkány, és hát ennek megfelelően intézkedett,
de ez nem abúzus. De nem feltétlenül kellett volna. Isten haragvó lángpallosa lecsapott. Nem, ugyanaz. Mondhatod bárhogy. Pénisz az pénisz. 1666-ban játszottuk az első chaptert, amivel belehaltunk Günther kivételével mindannyian. Ennyi volt, elmesélted, mi ennyi történt a karaktereddel, igen. És ez volt a rikebb? Jó, oké. Mert hogy az, hogy veletek mi történt, az kit érdekel. Igen. Mert hogy nem akarom lelőni nekik, hogy mi történt az előzőnek a végén, mert az egy olyan csavar, hogyha esetleg valaki olyan nézi most a streamet, aki még nem látta, az vissza tudja nézni biztosan, az elejét. Lesz a, biztosan érthető lesz így a nélkül a... Nem hát persze. Nem tudom, milyen lesz a majd reflektálunk arra, hogy Filibor atya előkapta a péniszét, és rohangált körbe a... Szegény Filibor atya, tehát ha valakinek hiány majd ilyen posztumusz katedrális, amit a meg nem értett atyának szentelnek, az Filibor atya lesz. Amikor Viktor már nem jön többet, akkor van Bétel. Az volt nincs. Úgy érted a legközelebb? Szóval az első chapterben egy teljesen ugyanazoknak a családoknak egy teljesen más tagjával fogunk beköltözni, és most már 1694-et írunk, ugye Günther túlélte, úgyhogy ő hány évesen is költözik vissza ebbe a házba? Günther 12 éves volt, úgyhogy most már 40 éves. 40 évesen költözik vissza. És azóta is kísértik az emléke. Traumatizált felnőtt lehet. Nem annyira, szerintem ugyanaz a sex-crazed teenager, aki volt lélekben. Mélyen belül, igen. Mélyen belül. Akik a 17. században így csapatták a lovas szekérrel, így mentek igen. Megőrülnie. Igen, ugye előtted van a lovas szekér, ami ilyen lowriderként. Lowrider! A horror hangulat. A hajam is kihullott. Igen, megint megvan. Megint megvan. A hajad is kihullott, Hercus. Jajaj. De eddig csak David volt alpári. Mi nem. Szeretném jelezni. Ott van az elhatároló dogtáblád, az még mindig ott van, ha esetleg szeretnéd használni. Szerintem félek, hogy szükség lesz. Ami viszont történt az előző streamben az az, hogy úgy lőttük le a streamet, hogy elfelejtettük megköszönni a nagyon-nagyon kedves donationöket, úgyhogy ezt mindenképpen szeretném pótolni. Creeps Team donátolt nekünk. Hajrá, srácok, még mindig király a content. Üdv! Reméljük, hogy ez a mostanira is igaz, különben nagyon kellemetlen lesz a vége. Hero, arany, drága Hero, komán, 1000 éve nem láttalak. Üdvözletem! Végre elcsíptem megint egy streamet. Rég láttam a mindenkit. Hát, bocs. My fucking bad. Ede Bedének is nagyon szépen köszönjük, Kaci, ahogy megvakarta a fejét, hogy mi a franc történik, az felbecsülhetetlen. Erre nem emlékszem, de tudom, hogy hogy történik az. De biztos az. Vagyok benne, hogy most is lesz ilyen. Valószínűleg. Igen. A Nevernek nagyon szépen köszönjük, hogy csapattaggá vált, ez egy nagyon kedves dolog. Hashtag Teára, hashtag Szotyira, hashtag Füstölőre, hashtag Tüntetésre, hashtag Hajrá Magyarország, hashtag Hey Juli. Igen, a Julcsi sajnos nem érzi jól magát, úgyhogy most nem tud csatlakozni hozzá, de ez nem azt jelenti, hogy a rengeteg chapter alatt egyszer nem fog tudni majd beugrani. Most ez sajnos így jött ki, de ha a feleségemről vagytok kíváncsiak, van egy nagyon szuper csatornája. Ott leírásban ott van a link. Na, költözzünk, srácok, mert költözzünk. Különben senki nem fog ilyen meghalni. Nagyon valóvilágosan vezetted fel ezt a beköltözős dolgot. Én nem láttam valóvilágot 10 éve. Én 16. Nem tudom, mikor indult. Nem, én sem tudom, akkor. Én az elsőt néztem. De én akkor pont külföldön voltam, ezért láttam az első részt. Nem. A legvégét láttam, mert külföldön voltam. De mindenki elmesélte a hosszú e-mailekben, hogy mi történt egy adott epizódban. Az egy ilyen érdekes thread lehet, főleg ha visszakereshető. Az még egy ilyen nagyon ingerszegény időszak volt. Na, hát ugye a figurát kéne választanunk. Vannak az alapok, úgyhogy túl sok lehetőség ugye nem nagyon van. De egy másik játékban találtunk egy csomó figurát. Én lehet, hogy a Blood Rage-ből fogok kivenni valakit, mert nagyobb esélyt érzek a túlélésre. Szerintem ezek ilyen pont kapcsolódóak. A vízi kígyót. Kiemeled? Aha. Nagyon jó. Ne legyél a vízi kígyóval, légy szíves. Jaj. Nem arra gondolsz, hogy az immerziót fogom rongálni? Igen, arra gondolok, úgyhogy... Miután megbeszéljük, hogy nem veszük ezt komolyan, ne legyél a hegyi trollal. Igen, valahol húzzuk meg a határt. A hegyi troll a határ. A hegyi troll a határ?
Egyébként főleg úgy sajnálom, hogy egy kicsit ugye elvicceljük, hogy valójában, spoiler nélkül, annyira durva az előző rész, a prologus. Nagyon. Tehát igazi ilyen horrorfilmes csavarok vannak. Hogy lehet, miért egy viking izé vagy? Na ennyit a horrorfilmes komolyságról. Ne szóljon be! Remélem az alkotók... Egy roma viking! Nem roma... Nem, az alkotók nézik azt. Kicsit. Mindent, és most így... Feltételezem, hogy nem. Soha... Elnézést. Azért mégiscsak tett, hogy az arp... Száradjon a kezük, ha valaha végegyszer játékot dizájnolnak, szerintem ezt gondolják. Nem. Egy a Facebook üzenetre is 3,5 hónap volt válaszolni. Lehet, hogy nem kellett volna őket szívni. Őket ők közül hát fogom? Én szeretném. Ő lány, mondani. És Csirkének férfi karakter van, úgyhogy... Jó. Akkor Etel meghalt. Legyen Günther pap. Mármint, hogy Günther felnőtt, és Günther felnőtt? És felbenített a rendbe. Őrzi a szép emlékeket. Jó, legyen Günther pap. Legyen Günther pap. És hozzak egy ilyen Afrika vadász per vampír vadászt. Én ezzel szemben, nekem nagyon bejött ez a gyerekvonal, viszont lehetséges, hogy... Nagy öröm, hogy ezt majd így kivagdosva fogják ilyen gifek alá rakni ezt igen, a mindenet. Értsük, hogy mit akarok mondani, jó? Lehet, hogy te pap vagy, és én vagyok a te minisztránsod. Nem tudok Nem tudok elszakadni ettől a... Jó. Jó, hát nem feltétlenül minisztráns, hanem a kispap. Tehát, hogy az, aki még tanul, de már nem minisztráns, hanem egy kispap. Tehát, aki próbálja ellesni a paptól az ördögűzés csinyát, bínyát. De azt tudod, hogy tehát nem a minisztránsokból lesznek a papok. Igen, hát nem feltétlenül. Tehát, hogy nem kizárólag. Tehát azok csak kedves kisgyerekek. Én is voltam minisztráns. Sokáig. Na de mindegy, ez egy másik történet, egy másik napra. Ne járjatok egyház iskolába. Na! Hogyan indul a történetünk, András? Még mielőtt... El kell nevezni a családunkat nem, de a karakterünket... A mostani karakterünknek nevet kell adni, az életkorát, meg ugye ki kell találni egy háttérszerűt, hogy ezzel fogunk kezdeni. Ezt jó lett volna, hogyha esetleg kitalálom előtte. Chat, hogy hívják a kispapomat? Elnevezhetitek ti. Ezt találtam ki. Jaj. Itt van, elkérem a tollat. Günther, te túlélted, úgyhogy neked nagy problémát nincs ezzel a dologban. Te Günther maradt. Én Günther maradok. Ő már nem Wilbur. Ő már nem Wilbur. Wilbur sajnos már nincsen köztünk. Nyilvánvalóan... Padányi bizony. Úgy hívják Lucifer, vagy úgy hívják Bambino, vagy Jeromos. Jeromos. Én megvettem a Jeromost. Nagyon jó. Jeromos atya és Günther atya. Nem csak Jeromos és Günther atya. Günther junior. És Jeromos 27 éves, úgyhogy még rongálható. Úristen. Jessica-nak nem hívnám. Hol Hunter távon? Junior. Günther Junior. Tibi atya. Gingerino. Tibi atya. Fú, én szerintem az egyetlen vagyok az országban, aki gyűlöli Tibi atyát. No. Etelka Junior. Szerintem teljesen természetes, hogy ő Van Helsing. Lássuk be. Jó, de Van Helsingnek az nem a... Családneve? Aha. De ide családnevet adjuk, nem? Nem. Még keresztnevet adunk. Abraham. Tökéletes. Abraham. Mikor? Segítek, ha nem emlékezni, hogy nevezted el azt a videójáték karaktert, akit... Sehogy, hiszen az Abraham az apja volt. Ja, tényleg. Mert hogy igen. Mennyit is foglalkoztál te ezzel a játék? Nagyon sokat, nem annyira sokat egyébként. Teszteltem az első kettőt. Abraham, tökéletes. Abraham! Hugh Jackman-esben szerintem Gabriel volt. De arról nem beszélünk. Értem. Azt a mai napig próbálják kiheverni. A vérfarkastól a Van Helsingig mindenki. Bár egyébként én nagyon szerettem. Én is bírtam. Langyi mozi volt! Szar, de... Hát most ennyi. Ilyen vasárnap délután megnézed így. Aha! Günther Swisturn. Másnaposan. Ennek kéne, hogy legyen a streamnek a címe. Ezt
Ezt majd pótolom, amikor videó lesz belőle, akkor ezt majd pótolom. Egyre idősebb karaktereket játszunk. Mert hány éves? Hát ez legalább 60. Nézd rá. Ja, mutasd meg a nézőinknek. Hova? Oda föntem. Nem? Így. Úgy, mindjárt fókuszálunk is. Ja. Hát nem tudom. De azt tudom, hogy Jeromos győzelemre visszük. Ezt megígérhetem, hogy Jeromos nem távozik innen. Jó, hát akkor be is mutatkozhat. Azt hiszem, nem távozik innen. Be is mutatkozhat mindenki, ha már elkezdtük. Te ki vagy? Én Radolfus vagyok. Radolfus, aki 33 éves, és egyébként operaénekes. Egy operaénekes? Egy operaénekes. Ez csodálatos. Ezt nem vagyok hajlandó elhinni, úgyhogy megtennéd, hogy valamit. Csak egy kis... Nem kell egy egész koncertó. Ja, jó, én megvettem. Na, szóval Radolfus egy 34 már most töltötte. 34-et. Mondj valamit. Nos, Péter! Kérlek, írd majd meg privátban, hogy elütöttél egy nullát, jó? Az igen! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és vissza is vonta az üzenetet, hogy legyen német a chat mostantól. Hát ugye szokták mondani, hogy van az a pénz. Sziasztok, srácok! Már vártam a folytatást, jó szórakozást mindenkinek, és legyen újra német a chat! Ne. Bár mondjuk mi nem csatolunk. Keine Ahnung, Freund! Keine Ahnung! Achtung, Alarmstufe rot, ja! Kacus? Ich habe keine Banane! És ennyit tudunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Nagyon... Úristen! Nem... Mi? Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük. Egy kicsit nem találom a szavakat, úgyhogy... Amellett Batmannek is nagyon szépen köszönjük a dolog, és hogy Patreon is on! A Betrayal House on the Hill úton haza, nyomjátok, srácok, nagyon szépen köszönjük, nem fogsz csalódni a játékban, abban egész biztos vagyok. Német a chat. Ennyi, nice. Ez kellett, csak egy 40 egyébként, órán keresztül volt német a chat. Egyébként azt írta a Peti, hogy elütötte. De ettől függetlenül is nagyon szépen is nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, hogy ilyenkor vissza lehet-e vonni, de ha nem, akkor visszautaljuk értelemszerűen. Megbeszéljük chat után, vagy stream után, írjál ránk Facebookon, megoldjuk. Szóval operaénekes. Operaénekes, igen. És hát a... Ennyi. Ennyit tud? Tehát, hogy téged define-ol az, hogy egy operaénekes vagy? Igen. Kit ne határozna ez meg? Jogos egyébként. Ja. Csodálatos emberek az operaénekesek. Készséges garat. Én ugye a Királykert és Sarkollapok a Zeneakadémia mellett, és az valami elképesztő, amikor ilyen éjszakai próba után kijönnek, bebassza. És amikor részegen énekel, egy operaénekes az ablakod alatt, és érted, az teljesen más, mint amikor a random brit turisták énekelnek bebaszva ordinári módon, mint amikor úgy rendesen leveszti, hogy borododododó. Hogy? Dodododododó? Igen. Jó. Én értem. Hogy hívnak téged? Ki vagy te? Mondtam, Abraham vagyok. Abraham vagy? Igen, Abraham vagyok. A híres Van Helsing? Nem. Csak hasonlít. Csak hasonlít. És egyébként mi vagy? Egy cosplayer? Természetesen egy... Az nagyjából kiderült, hogy az Amerikában van ez a ház, ezért nyilvánvalóan én annak a családnak vagyok a tagja, akik valaha idejöttek Amerikába és letelepedtek, és én most jövök át Európából, hogy utána nézzek itt az örökségemnek. Mert úgy hallottam, hogy itt így dolgok vannak. Például az előző rokonság így nyomtalanul eltűnt. Gyan. Nem. Szóval Lord... Sir, whatever, Abraham. Most átjön, és... És milyen rokoni szálak fűzik az atyához?
Semmi nagyjáról nem tudunk. Semmi nagyjáról nem tudunk. Van egy, van egy része, van egy része az anyakönyvi iratok között, ami elégett. Véletlen ráborult néhány olajlámpás. Egyszer. Értem. Nem beszélünk róla. Dávid? Én jeromos vagyok. 27 éves kispap. És... világ életemben a papi pályára készültem, édesapámnak, Edének. Volt egy barátja, úgy hívták Wilbur. És annyi jót hallottam erről a papi pálya dologról, hogy, hogy mindenképpen pap szerettem volna lenni. És a szomszédban lakott egy nálamnál idősebb, de még mindig fiatal ember, aki a szárnyai alá vett. Mondhatni. Hívjuk így, az egyszerűség kedvéért hívjuk így, és úgy hívták Günther. Egy nagyon... Széttárt így a szárnyai. Szoktál fanfiction-t írni? Csak kérdezem, nagyon gördül ez a sztori. Csak neked. Tehát, hogy rólad van egy sorozatom már. Szóval legközelebb a Júlcsi fog játszani itt, ahol én ülök. Sziasztok! Szóval igen, így kerültem a papi pályára, és most azért érkeztem ebbe a házba, legalábbis amiről ti tudtok, mert Günthernek szüksége volt egy szánsegédre, és jöttem asszisztálni. Igen, ugyanis Günther már 40 éves. és belőle is pap lett, folyamatosan kísértette a házban történt eseményeknek az emléke, folyamatosan csak Wilbur atyán járt az esze, és úgy érezte, hogy muszáj neki is az úr harcosává válnia, és így megfejteni azokat a mocsok, okul dolgokat, amik ebbe a szörnyű házban történtek 38 évvel ezelőtt. Nagyon szép. 28. És milyen gyors a matekod. És milyen szar a matekod. 28 évvel ezelőtt. Számolni nem tud, de más dolgokban legalább olyan jó, mint Wilbur atya volt. Tanúsíthatom. Wilbur atya nevét sokszor próbálták besározni, de majd a történelem igazat ad neki. A Nevernek közben nagyon szépen köszönjük a donését, igen, elfelejtettem visszaváltani. De ez most már megtörtént. Pityikének is nagyon szépen köszönjük, hashtag Team Ginger, és még ezt nagyon-nagyon sokszor. Ő is streamel egyébként, csak mondom. Ja, és Tim nem Dave. Na, de mindegy. Memoru, életem, imádlak. Jó játékos, srácok, Júlcsinak teára, hogy jobban legyen, hashtag Team Minisztráns. Srácok, óvatosan, aki utazik tele az út barmokkal, és a köd nem segít sokat. Hashtag balszerencse, életem, vigyázz magadra, ha utazol. Imádunk. Na, én amondom vagyok, hogy vágjunk, induljunk is el. Bele. Fogd meg a kezem, és menjünk. Itt nincsen ilyen felvezető szöveg? Pont ezen lesz. Értem, hogy a hajadat fogtam meg, de annyi baj legyen. Ezeket megcsináltuk. Istenem. Top kardon. Nevezzük el a családokat. Hát akkor parancsolj. Igen, Viktor az, aki. Ezt majd fel kell olvasnom. Igen, szerintem kezdhetsz is azzal, hogy azt olvasod. Hát ezen egyre nem sok minden van, azon kívül, hogy első fejezet 1694. november. Dam-dam-dam-dam! És mi van a hátán? Az, hogy utasítások, hogy mit kell felolvasni. Ez jó. Nem az, amit fel kell olvasni. Okay. Adom a következőt, azt meg visszakérem. I'll drop the deed, draw this card. Jó, szuper. Aha, ez az. Így van. Let's do that! Idén korán érkezett meg a tél, és mindenki nélkülözik, nincs elég ennivaló. Mindenki feszült, dühös és éhes. Remek kezdés. Ez a helyzet. Közel 30 év telt el a sajnálatos események óta, de a családok, az érintett családok csak nem feledkeznek meg róla. Itt vannak a ház körül, ide járnak, napnyugta előtt föl alá mászkálnak a ház körül, és megpróbálnak ellopni különböző dolgokat a házból.
ami szánalmas. Hogy merészelik? A múltkor kődarabokkal dobáltam meg őket, az egyiket még fejbe is találtam. Most viszont felbátorodtak és bejöttek a házba. Engem keresnek és félek. Kezdjünk azzal, hogy choose another player, tehát kiválasztok egy másik játékost, azt, akit eltalált a kő, és most sérült. Ez a bizonyos játékos egy fizikai sebzéssel kezd, de nyer egy sanityt. Ki legyen az? Ezt én most teljesen véletlen szedem. Igen, pontosan. Legyen az, hogy Dávid a nulla, Csirke az egyén a kettő. Jó. Dávid. Fasz. Tehát téged, jól kezdjük a viszonyunkat, de passzol, hiszen Abraham visszajött, elfoglalta ősei Jussát, és itt sertepertélnek ezek a semmire kellők, akik el akarják lopni az ennyi vagyunk a kamerából. Én azt mondom, hogy... Felbátorodtak be egyet. No! Hallod, hozzánk oroszok járnak be. Miért? Azért, mert mi ugye az első emeleten lakunk, de ezek szerint fölöttünk a másodikon, ugyanúgy annál a lakásnál, Airbnb van. Oh. És ők meg ugye úgy veszik a second floor-t, hogy az első az a földszint. És nem az, hogy csöngetnek vagy valami, hanem amikor múltkor pont, nem tudom, hogy itt videóztunk, vagy kacinál. Szerintem nálam. De mentem hazafelé, és akkor írt Kati, hogy hát bejött három kurva nagy orosz. És így mondták neki, hogy de hát, hogy miért van itt. Úgyhogy ne siess. Ő meg mondta, hogy de ti miért vagytok itt. És így gondolkozott, hogy akkor most kirohanjon a konyhába a késér, de akkor ott van a gyerek, és mi. Mert nagyon nehezen értették meg, hogy menjenek innen a picsába el. De ők megmondták, hogy de az Airbnb. Két napja már orosz nők jöttek. Na, de azok másért. Upgrade. Ez meg egy tök másik sztori. Ez egy tök másik sztori, ezt majd megbeszéljük a stream után. No, az a lényeg, hogy én a földszinti lépcsőről indulok, mint a felbőszült tulajdonos, ti pedig mindannyian a bejárati ajtó előtt a lépcsőn. Nekem fáj a fejem most. De a szenitid is nőtt. A fejem az nőtt a szenit. Azt mondja, hogy... Most ez miért kell kopasz? Draw tile planks 1 and 2, punch out the new tiles. Szóval, igen, és bele kell őket keverni a többi közé. Okay. Illetve... Ugye ugyanazok a szobáink vannak, amik az előbb, plusz az a igen. Illetve az új... Szerintem úgy vittes, hogy nem nézzük meg, hogy mik. Szerintem is. Persze, illetve persze. Az új tárgy és eseménykártyákat bele kell keverni a nekik való paklikba. Az, hogy nem arra néz az ajtó, mert akarom, ez nagyon idegesített. Az a kérdés, hogy látszik-e rendesen, vagy mindenképp ki kell váltanom. Itt van. Szerintem nem baj, hogyha tárgyak. Mindenképp kiváltok majd, itt ugye Chet? Jó, és ezzel bele kell keverni a tárgy és az esemény. Jó, és nekem itt van egy keep reading kártya. Nagyon jó. Azt nem tudom, azt neked mondja, hogy keep reading, de... Ez a nagyon sokat sejtető kis szöveg van rajta, hogy mindenkinek van múltja. Of course! Azt mondja, hogy húzzuk ki az öt darab calling kardot. Mindjárt kiveszem. Ezek után jönnek a legacy pakliban. Nagyon jó vannak. Mi az itemeket is? Hát most bekevertünk új eseményeket, az új itemokat. Zsír! Calling, igen. Utána... Jó tanulást! Utána azt írja, hogy nyissuk ki az A-jelű ajtót a Folium Infernumban. Ezek neked megint mondanak valamit. Megint lesz valami dolog. Igen. Ó, ez a Folium Infernum. Szabálymódosítás. Igen. De csak egy kicsi. És adom. Ezt a... Tehát átragasztjuk a szabálykönyv A nevű szabályát. Kezdődik. Úgy indul a játék, ez innentől a szabály, mert hogy aki nem látta esetleg a múltkori adást, akkor elmondjuk, hogy itt így szabályokat ragasztunk át, kártyákat írunk át, tépünk szét, és megváltoztatjuk a játékot örökre. Szóval, az A, melyik az A? Ez az A. Igen. Következő, mindenki véletlenszerűen kapni fog egy ilyen elhivatás calling kártyát. Ezeket mindenki megismerheti, tehát nem kell titkolni.
és mindenki megtartja a calling kártyáját az egész haunt a kísértés fázisban is. Uh-huh. Még a traitor is. Mindjárt meglátjuk, hogy mi ez a calling card. Jó. Mindenki megismerheti, tehát hogy el ezt lehet ma másiknak mondani, de nem muszáj. Public knowledge. Szóval... Akkor el kell. El kell. Igen, és ez ugye, ez bekerül most a setup fázisba effektíve. Így van. Ami azt jelenti, hogy innentől ilyen calling kártyák minden játékban lesznek. Uh-huh. Így van. Ó, és ez határozza meg majd, hogy mit lesz a feladat? Valójában fogalmunk sincs róla. Legalábbis én nem tudom, hogy... Nagyon izgalmas. Melyiket kéred? Ez nagyon, nagyon jó. Nagyon passzol, nagyon passzol. Ezt választom, ezt pedig elrakom. A tiéd nem annyira. lehet, hogy meg kell volna várni a karakter kitalálást. Az enyém egy gambler. Akkor menjünk sorban. Life itself is a gamble. Ezek ilyen extra képességek lesznek, amennyire levettem egy félmondat alapján. Azt mondja, hogy körönként egyszer, miután valamilyen trétre a dobunk, lesznek ugye ilyen csekkek, meg ilyesmik, akkor két üres kockát én újra dobhatok. Ha újra dobom a két üres kockát, és mind a kettő megint üres lesz, akkor úgy vesztük, hogy az egész, amit dobtam, az nulla. Oh. Tehát lehet, hogy dobok négyet, meg van benne két üres, újra dobom a két üres, megint üres, akkor nullát dobtam teljes egészében. Zsír! Mármint, hogy a. Mármint, hogy hajrá, kaci! I guess. Life itself is a gamble. Szóval van egy szerencsejátékosunk, és van egy tudósunk, aki én vagyok. Teljesen passzol. Próbáld meg ezt úgy mondani, hogy nem csukod le közbe bölcsés szemeidet. Mert nem tudom, hogy megfigyeltétek-e a bölcsészeknek, de amikor valami olyat mond, aminek meg van győződve az igazság tartalmáról, akkor annak a végét mindenképpen csukott szemmel kell mondani. Ezt annyira én David Attenborough hangján hallottam. Kijönnek a bölcsészeket. Kijönnek a bozótból, mondanak valamit és lecsukják a szemüket. Láttam a Fekete Pét. A Fekete Pét? Ezt majd elmesélem utána, mert nem tudják. Tudjátok, hogy ki a Pét? Tudjátok, hogy ki a Pét? Pé a Ké. Buttinger úr Van Helsing soundtrackjét hallgatja valaki. Nagyon jól teszed. Van Helsing soundtrack az egyik legjobb videójátékos soundtrack, amit valaha hallottam. Hands down, ezt kell mondjam. Szóval ez a karakter tiltott és jól ismert bölcs munkákat forgatott, és ebből okosodott. Ami azt jelenti, hogy a Knowledge nevű értékemet használhatom, gyakorlatilag bármelyik dobást, kivéve a támadást, dobhatok knowledge-al. Kész szerencsé, hogy buta vagy. Hát, átlagosnak mondanám, de... Igen. A sanity-t baromi jó. Viszont, hogyha az adott akcióhoz knowledge kell, akkor egyel magasabb dobok. Tudós. Én egy harci veterán vagyok, és bármi, amit most fogok látni, az nem lehet olyan rossz, mint amit már átéltem. Te az a... Milyen katona? Az a film? Amiben a pap gyerek van és nem lő le senkit. Igen. Fegyvertelen katona. De igen, ezt titokban tartottam a múltammal kapcsolatban, hogy nyilván a háborúban engem is elvittek, relatíve fiatalon, 16 évesen, és aztán utána találtam rá a Istenre. Istenre. A hiterejére. Igen. Meg rá. Igen. És a szeplőtelen élet. Hit meg egy. Hát vagy kiábrándultál a sok szörnyiségből, és ezért mentél. Bármikor, amikor én támadok, akkor maximum egyet sebződhetek, és nem többet. Uh-huh. Illetve... Ne te legyél a... Amikor te támadsz. Amikor én támadok, uh-huh, akkor maximum egyet sebződhetek, illetve amikor egy might, tehát hogy egy erő támadás ellen védekezek, akkor egy plusz kockával dobok. Uh-huh. Jó. Az a baj, hogy most már teljesen az van a szemem előtt, az a kép. Biztos lehetett, hogy is a trópusi vihart, és az elején vannak, tudod, a kamu előzetesek. Igen. És van a sátán sikátora, azt hiszem, amiben a Robert Downey Jr. meg a Tobey Maguire a két atya. Néha morzsolgatja kicsit egymás rózsafűzőjét. Mindegy, nekem az a skillem, ami szerintem ezeknél minden sokkal jobb, hogy bármikor húzok egy kártyát az item deckből, akkor azt rögtön elburnölhetem, és kapok kettőt egy általam választott trait-re. Nem gyógyulok, hanem kapok. Ó, oh, az elég OP.
Jó, hát akkor téged gyorsan meg kell ölni. Ne adjunk tárgyakat. Ilyen egyszerű. Egyébként, jó. Csak itt volt egy kérdés, van Spotify-on Van Helsing soundtrack? Van. Már hónapok óta. Így van. Hónapok óta felkerült, úgyhogy lehet nézni. Jó, hallgatni. És azt mondja egyébként a játék, hogy elkezdhetünk játszani, és akkor fogunk tovább haladni effektív a történetben, amikor valakinek egy Omen kártyát kell húznia, de már nincs több, amit felhúzhatna, akkor fogjuk ezt elolvasni, hogy itt mi történik. Egyetlen egy Omen kártyánk van egyébként. Jó, az nekem kell. Úgyhogy az első ember fogja ezt tudni felhúzni. Erre akár emlékezhettek is, hogy mi az az Omen kártya a legutóbbi epizódból. Valami rémlék, és nem volt nagyon OP. Nem, nincsenek hauntrollok most ebben a, ebben a fejezetben. Se baj. És még mindig nem kell elnevezni a családot? Még mindig nem. Miért? Nem, biztos el kellett az elején. Ennyi. Jeromos von Dildostorm. Nem kellett még, nem kellett. Nyugi. Easy. Nagyon kitaláltam. Jó, hát akkor... Semmi. Igazából, hogyha az eredeti Dutch kiejtéssel, ez nem így hangzik, csak... Nem. Nem értik ezek. Istentelen népség. Neked is takarodjatok a házamból, jó? Én csak jöttem megáldani! Szétlocsolom a szentelt vizemet, azt megyek így. Csellengtél a virágtartó. Én meg megöltem itt már mindenkit, olyan, mint a hazajön. Éppen ilyen PTSD-sen rezegsz a bejárat előtt. Igen, ugye most már a szellemek azok továbbra is kísértenek a házban. Igen, azokat be is ragasztottuk. Azok ügyesen be vannak ragasztva, úgyhogy azok majd nyilván befolyásolni fogják valamilyen szinten a mostani játékot. Na ki kezd? Szerintem kezdjen Viktor, igen, hát ő van itthon. Mivel én dobáltalak meg. Igen, azért hát most akkor... oda is megyek, azt rád is ütök egyet egyébként, ez az első dolgom, amit csinálok. Nagyon gyorsan felmegyek a felső szintre, mert látom, hogy ezek a, ez a csőcselék itt az ajtó előtt, ez hamarosan... Be vagy fosva, mi? Öreg! Látom, hogy hamarosan már fáklyákkal, meg vasvillákkal jöttök. Azt mondja, hogy... hogy van ez a movement? 6 kockával betépézem a házát. Igen, inkvizitorok vagyunk, mert az ördög járt a házban. Ott él, egyedül, gyanús, ki kell hallassunk. Az a durva, hogy szívesen tiltakoznék, de ennek van értelme. Van értelme, fel is menekülök az emeletre. Én azt javaslom, hogy dobjuk be a tóba, és igen? Ha elsüllyed, akkor nem volt baja. Vagy addig... meg kell mérni, hogy ugye a súlya egy kacsához viszonyítva. Igen, ha nehezebb, akkor értelemszerűen... No de. Witchcraft van. Az egy... Igen, és akkor... Én benézek az egyik szobába. Nézd be az akkor egyik szobába. Akkor egy upper floor-t legyél kedves húzni. Pont ez van. Fel. Behelyezem én azt oda, ahova kell. Remélem, elég ilyetten nézek. Kérlek, tedd oda, ahova való. Jó. Megfelel, hogyha erre mész? Igen. Nagyon teljesen. Jó. Itt egy event fog veled történni. A kék hálószobában vagyok. Egy event. Amit... Jaj, te már ki is húztad. De igen. Azt megnézheti? Az van ráírva a könyvre, vagy a papírra, hogy read the text below to yourself, not out loud. Ja, igen. Úgyhogy eddig olvastam. De akkor lehet, hogy neked. Jó. Nem, neked. Nem, szerintem neki. Meg én húztam volna föl. Igen, szerintem. Ő húzta volna fel. Szerintem így kell. Szerintem nem. Szerintem de, mert egyébként magadnak húznád a kártyákat, mert úgy kezdődik a kártya egyébként, ami publikus információ szerintem, hogyha rajta lenne a családi címere, akkor történne valami, de ugye nincs rajta, és ez nyilván az ő családi címere, úgyhogy továbbra is rávonatkozik az, hogy most elolvassa, hogy viszont mi van az most jön az, hogy rá kellene tenni a családi címert. Hát akkor hogy eltaláltam, hogy az én őseim építették ezt a házat? Tegyük rá a családi címert. Hát hogy legalábbis a kék hálószobát. Miközben a kék hálószobát, így van. Egyet. Az van, hogy igazából nyilvánvalóan az én családom építette ezt a házat. Ezt akkor mutatnám, hogy most beragasztunk egy... Hát az, hogy outsourcoltuk a kék hálószobát, az egy dolog. Tehát az, hogy nyilvánvalóan nem volt kedvünk mindent nekünk építeni. Persze. Mutatnám a családi címer, és felolvasom a szöveget. Ami rögtön úgy kezdődik, hogy... Nagyon-nagyon-nagyon bánom, hogy valaha is felépítettük ezt a házat. Ezt a szobát.
kék házat. Kék hálószobát. Soha nem szabadott volna megbolygatnunk a köveket. A ragály köztünk pusztít. Az Úr műve ez. Úristen, ez a ti szövegetek. Rettegés lapul a föld alatt. Tudnom kellett volna, pont én vagyok az, akinek emlékeznie kellett volna erre, hiszen én vagyok az, aki valaha régen lefektette azokat a köveket. Ébredezik, és éhes. Hát, valószínűleg nem egy te a délután lesz ez a... Dehogy nem! Ez egyébként egy jegyzet, amit Viktor talált, ha jól rémlik. Szóval így találsz van. Egy jegyzetet, amire ez van írva, igen. Gondolom. Így van. Ez egy papírlap. Megtaláltam a kis kiálló. De rokon volt, valószínűleg a családban öröklődik a stabil elme állapot, bízzunk ebben. Kitörölheted vele. Hova teszem, visszarakjuk? Hát ha nincs kis olyan információ, ami... Majd amikor az utolsó is rákerül, az utolsó címer, akkor kell elpusztítani. Jó. Akkor... Ne! Ezt írja a szabály, de még csak egy van rajta. Még csak egy van rajta. Még egy kicsit lehet vele játszani. És akkor én ennyi voltam. Te ennyi voltál. Lássuk, hogy balra megyünk. Nem veszünk semmit. Azon gondolkozom, srácok, hogy bemenjünk-e a bolondhoz, ezt beljük szájba azonnal. Nézd, szétnézhetünk kint. Vagy nézzünk szét esetleg kint. Ez már nem a háború kisfiam. Már nem ott van. Történetekből emlékszem, hogy van itt kint egy nagyon szimpatikus, ilyen akasztott ember fája. Azt körbe táncolhatjuk esetleg. Én kinéznék. Körbenéznék. Erre például mi lehet? Arra indul? Ha fordul el balra Jeromos. Mondom, balra elfordul Jeromos. Outside! Az nem Jeromos. Azaz. Jeromos. Hát ez egy item, amit én itt fogok találni. Azt hittem az Omen, rögtön felhúztad. Nem, annyira azért nem. A William Wellbucket-jét húzom fel, ami azért fantasztikus, az mert ha iszom belőle, akkor egy traitet meggyógyíthatok, viszont hogyha betelik mind a három, akkor én meg fogok halni. Nem tudom, hogy most gyógyuljak el, mielőtt valaki tarkonver és ellopja, vagy... Hát szerintem talán azért nincs értelme, mert amikor gyógyulsz, akkor bármennyire... De fejbe is... talált egy kő, kaci! Bármennyire is van lent az adott traited, fixen visszahúzod az alapértékre. Tehát most te egyet húznál rajta, miközben, ha egy másik trade-et akarnak később gyógyítani. Heal one trait, igen, sajnos. Jó, hogy a heal, check a box and then bury. Heal az felhúz az early. Bocsánat, de ezt csak egyszer használhatod játékonként, mert bury discard. Uh-huh. Tehát, hogy utána vissza kell dobnom a semmivel. Ez akkor ne pazarol, de lesz még dáda, én úgy érzem. Én is azt érzem, ha hogy... Ha hittál, akkor egy kockát be kell x-elni. Be kell x-elni egy kockát, és aztán, hogyha összegyűlik a három, akkor szét kell tépni. És egy már be van x-elve. Mert... Valaki már felelőtlenül. Az baj, nem tudom, hogy te voltál, egészen konkrétan az történt, hogy elloptad a vödrömet, és beleittál. Kezdjük el itt ezt a hibáztatást. Legjobb emlékeim szerint beleittál, mielőtt odaadtad volna neki. Nem. De komolyan? Az biztos, hogy elloptam. Wilbur, te voltál? Wilbur atya már nincs köztünk. Te is tudhatnád. És azt az áldott jó embert ne sározzuk be egy utólag, hogy vödörlopási ügy, egyebek. Ha elvette, hát szüksége volt rá. Igen, tehát hogy összefoglalva az előző stream történését, Wilbur atya agyonvert két gyereket és egy prostituált. Csapos! A helyi csárdában. Mindegy. Csapost helyi csárdában, ellopta az összes dolgukat, és aztán utána magára talált Günther, a Sex Crazy Teenager, és agyonverte. De hát ez egy ilyen... Így is el lehet mesélni ezt a történetet, de nézzétek meg majd azt. Wilbur atya soha nem bántotta Mirtilt. Igazságot Wilbur atyának. Azt hiszem, hogy Mirtilt közös erővel megagyogtattuk. Na de mindegy. Na de, foglalkozzunk azzal, hagyjuk a múltat. Nekem ugye ennyi volt a köröm, úgyhogy te következel. Én benézek az egyik szobába, tehát belépek. Igen. Ez vagy... Nem, a topaz. Igen, és belépek a... Hát nem látod, hogy Rodolfusza. Nem úgy volt, hogy kimaradunk? Atyám! Megnézem, hogy milyen istentelen dolgok történnek itt. Atyám, szájba lesz verve. Mi ez a tiszteletlenség? Na merre indulol? Már a papnövendégek se a régik.
Dehogy nem. Lefelé, lefelé. Lefelé indult. Kétséges Geret. A befejezetlen szobába érkezel. Nem sem az elhatárolódók, te. Ott van fönt. Majd, ja, tényleg megvan. Jó, csak fölmutatom. Igen. Húzok egy tárgyat. De nem gyógyulsz. Nekem. Mit húztál? Mindjárt eldöntöm, az egy kényszernyakör! Elpusztítom-e. Mi ez a kényszernyakör? Gés a golyók. Kényszerzubbony, ezt a szót kerestem. Kényszerzubbony? Két napja egy latex buslakodó? 10.000-es véget. Az atya csak a kislányt verte agyon. Szemrebben és nélkül a kicsi Güntert eleinte nem bántotta. Nagyon fájt az atyának, hogy ezt kellett tennie, de hát boszorkány volt. Aha. Még most is beleborzongott. De nem volt. Tehát azt tudja ez a valószínűleg állat nyakörv, kis csengetjükkel, hogy... Ez túl szép. Ha elhasználom, akkor kapok egy szenitit, és mindenkit mozgathatok egy tálnyit, de én ezt inkább rögtön... De ez nagyon-nagyon hasznos lehet. Szarta le csirke azonnal, amit mondom. És felhúzom a májtomat kettővel. Minden jó. Felhúztam májtját kettővel. Ő egy igazi májtrém. Jó. Szégyeld meg. Úgyhogy, mintha nem hallottuk volna. Nem dobtam meg ezt a mentődobást. Radolfus, az opera énekes. Jó, most dobok. És két kockával három fölött dobok, mindannyiótoknak nevetnie kell ezen. Valahol javas! Ebbe te futottál bele. Bele, a de így. Na, az. Szóval a Radolfus azt hallotta, azt regélik a városban, hogy valahol az egyik szobában, egy komód mélyén van egy kotta, amin egy dal van, ami bár fantasztikus, a legjobb dal a világon, de még soha nem hallotta senki. Úgyhogy most ezért érkezett valójában. Úgyhogy el is indul befelé, hogy... Akkor nem tudják, hogy nem tudom. Nem tudom. Hát egy igazi Dakota. We're searching for Dakota. Az a zeneszerző is süket volt, azt mégis. Igen. Az a zeneszerző. Az a zeneszerző. Az a híres. Úgyhogy egyet belép és odalép, igen. És a kandalló mellé meg is érkezik, ahol van egy titkos átjáró egyébként. Na, és nagyon szép. Eseménylap, ez basement, ez nem jó. Ez az aljára különkor? Igen, ez outside, ez nem jó, ez ground floor. És ezt az aljára rakod ilyenkor minden? Az aljára rakod. Én olvasom föl. Hát mondjuk, ha csak nem... Nincs olyan instrukció, hogy nekem kell felolvasni. Ez a fal tényleg üregesen kong? Van mögötte valami? Ha van titkos ajtó ebben a szobában, akkor ezt a kártyát eltemetjük, és egy másikat húzunk az itemből. Vagy az eventekből. Itemből. Itemből. Magyarul akkor találsz a top item kardot kell felhúzni. Jó. Még akkor valószínűleg akkor nem is számít, hogy mi van rajta. Igen. Hogy melyik emelet. Akkor csak kapsz egy itemet. Jó. Oké, és azt mondja, hogy ha meg felraktunk volna a Secret Passage-et, ugye ezen a szobában már pont van egy, akkor beixeltünk volna egy újabb kis nézetet a kártyán, és három után el kell égetni ezt a kártyát. Mondom, csak három titkos ajtó, titkos átjáró lehet a házban összesen. Több lenne, akkor már nem lenne titkos. Értem. Igen. Értem. Ez akkor egy általános átjáró. Abszolút. Ó, Starbucksnak nagyon szépen köszönjük a donation hashtag. Kávé másik fele, nagyon szépen köszönjük! Szia! Ismerkedek? Nem haragudj, nem akartam. Jó, én ezt megtartom. Mi az? Ez a mama... Kovás pisztolya. Ami azt tudja, hogy megcélozhatok vele valakit, vagy az én mezőmön, vagy egy szomszédos mezőn, és kapok plusz egy extra kockát a támadásomhoz, és egyébként speeddel kell dobni ezt a támadást, nem mighttal. Ezt négyel dobott. És azt mondja, hogy ha 0-1-es dobok, vagy 0-et vagy 1-et dobok, amikor ezzel támadok, akkor két fizikai sebzést elszenvedek, tehát gyakorlatilag így besül a fegyver, így de speeddel dobod, és speeddel védekezek is, ugye? Szerintem igen. Ja.
és az van még de bele karcolva a lap aljába, hogy a mama megőrült, és szájba lőtte a papát. Kedves. Ez egy vidám családi történetekkel van tele ez az egész játék igazából. Bizony. De mi elvicceljük? Nem vicceljük el. Maga jön, Abraham. Hát innen tovább is mehetek. Akár. Vagy kimehetek, és megnézhetem, mi van még a folyosom. A speedemből fussa. Hát jövök. Maga egy ilyen gyors gyermek. És ide fogok jönni. Egy upper floor. Outside, basement, outside, 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 upper floor. Gyorsan el kell majd kezdenünk kimenni, mert el fognak fogyni. Én kim vagyok főnök, és ne aggódjam. Én hirtelen megriadtam, hogy hát ha az emeleten lesz az... Viszem a jóisten hírét, ahova kell. Ez egy közönséges, az igé. Közönséges térítem. Szoba. És egy event. Igen, igen. Azt mondja, hogy megbotlasz, ahogy belépsz a szobába, és arccal előre, arccal leveszed a padlót, felnézel. Lehelletnyi viszkit ittam, és, csak lefeklés előtt. Látod, ahogy egy ilyen csontvász kéz nyúlik ki a padlóból, és van a kezében valami. Azt mondod. Köszönöm a szinkront, igen. És tényleg arra gondolok, hogy lehet, hogy csak egy fél üveg viszkit ittam meg lefekvés előtt. De attól ez nem lehet. Nem, meg Abraham azért bírja. Szokva vagyok. Az a kérdés, hogy látod, hogy van valami a kezében, de nem tudod, hogy pontosan micsoda. Megpróbálod-e kicsavarni ezt a dolgot a kezéből. Hogy a viharban ne? Jó, akkor... Mi bajunk történhet? Akkor megkapod az item deck legfelső lapját, de veszítesz egy speedet. És hidd el, hogy az item sokkal jobb, mint a speed. Figyelek! Jó, hát a fiatal nézőinknek ezt nem kell túlmagyarázni. Az idősebb nézőink meg tudják, hogy mire gondoltam. Hát, lett szemüvegem. Ez már a múltkor is előkerült. Hát nem előkerült, hanem leütötted Günterről. Günter is találta valahol, valószínűleg a kis sunyi, ragacsos kezébe nem úgy került, ahogy kellett volna, ezért el kellett kubozni. Ez volt, az Etel szemüvege volt. Tényleg, Etelről. Akkor az Etel kis ragacsos kezei ragadták fel. Jó, de Etelnek nem véletlenül voltak ragacsosak kezei. Az a kérdés, ugye ez egy... Ez lehet egy családi erekje, ha szeretnéd. Nem, ez nem éri meg, hogy... Tehát, ha ez a családi, erekje, akkor rég nagy bajban az Abraham család. De hát mivel knowledge-olokat lehet újra dobni, amire nekem amúgy is van egy képességem, hogy azzal dobok mindent, ezt megtartom, mert ez pont passzol a tudóshoz. Jó, nagyon adom. Te jössz. A csalitosban. Mi? Johnny! Jeromos! Jeromos! Johnny! Ez, no respect! No respect, érted? Én megyek tovább kint, mert azt mondta nekem az atya, hogy itt mindenképp körbe kell nézni. Minél távolabbra menjél a háztól? Igen, hogy takarodjak. Outside! És egy ómen. Ó, egyébként nem jutott eszedbe, hogy a múltkor is itt volt az ómen? Ómen. Mert nekem lehet, hogy nekem csak szükségem volt rá. Nekem abszolút nem jutott eszembe, de... Nagyon szépen köszönöm. Az én ómenem pedig a... Chalice of Insanity! Mert hogy három felkiáltó jelet raktál meg. A Chalice of Insanity az ugye azt tudja, hogy ha iszom belőle, akkor vesztek lose one sanity to roll dice equal to the number of ghosts on your tile. Tehát vesztek egy sanityt, viszont annyi kockával dobhatok, ahány szellem van azon a helyen, ahol én állok. Ezt a múltkor ugye nem tudtuk kihasználni, mert nem voltak még szellemek. Így van. Ha nullát dobok, akkor vesztek egyet minden traitemből. Ha egyet dobok, akkor kapok egy fizikális sebzést, és kapok egyet valamelyik mental traitemre. Kettő és három között dobok, akkor gyógyulhatok. Az egyik critical trait. Az, ami piroson van. Ami piroson van. A 4 plusz dobok, akkor kapok egy might-ot, egy speedet és egy knowledge-ot. Szerintem ez szar. Én sem használtam a múltkor, de mondjuk
nem annyira jó, meg kevés a szellem még. Tehát, hogyha több szellem lesz, akkor ez egy nagyon hasznos kis dolog lesz. Hát kezdjünk el szellemeket gyártani. Igen, de három kockából se fogok 4 plusz. Kezdjünk el szellemeket gyártani. Mert megint ez a klerikális erőszak. Semmi ilyesmi nincsen. Egy remek panzer. Úgy mondanám, hogy... Úgy mondanám, hogy, hogy határozott térítés. Ez is egy jó zekarni. Fellép ma a klerikális erőszak és a határozott térítés. No, viszont mi történik az Omennel? Semmi. No, semmi, nem kell nincsen hangontról dobnunk ebben a chestőrben. Nem az volt, hogy fel kell akkor olvasni? Nem, amikor valakinek Oment kéne húznia, de már nincs több. Ja, a mert második Omennel. Én tovább megyek. Erre? Vagy erre? Nem, nem azon, hogy érdekes vagyok, hanem ja, Günther atya. Erre? Mert csak erre tudsz menni. Igen. Arra mész tovább? Jó. Outside. Ez nem outside. Ja, outside. Ground floor. A következő Omen. Biztos voltam benne, hogy kirántad. A konyha. Kiszoktam. Itt egyébként lehet dolgokat dobni. Ha eszel majd, akkor... Might roll-t kell dobni, de előbb nézzük a... Nagyon-nagyon hamar kicsappant ez az Omen. Atyám, magával vagyok, nyilvánvalóan a halálig. Attól függő, tehát most a Bleak Journal-t kell elővenni, és mivel ez a konyhában került elő, a 190-es entit kell felolvasni, és egyébként az a neve a kártyának, hogy a Brosh. A Brosh. A Brosh. Az olyan, mint a brassói, csak... Vagy, mint az abros. Ja, brossi zenekar. Bár, miért valószínűleg... nézitek ezt az egészet? Szerintem egy néző se tudja, hogy... Az mire szerintem egy néző tudom. Sincs itt már. Szerencsések, hittek magatok. Szóval, felolvasnám. Igen. A konyha alatt van egy... pincerész, egy földszagú, szűk kis helyiség, amit már nagyon régóta nem használt senki. Valami csillog a koszban. Egy kis ideig ásol így a kezeddel, és az ujjaid közé kerül egy brosh, és rögtön utána egy összeaszott hulla, akit a valaki... A két kedvencem! Akit valaki ilyen nagyon septében eltemetett itt a pince talajában, de nem nagyon... foglalkozott azzal, hogy túlmélyre temesse. Egy régi, tehát ilyen óvilági páncélt visel, amit vörös, vagy hát ilyen rozsdás vérfoltok, régi vérfoltok petjeznek, és az összeesett mellkasán egy farkas tetoválás nyomait veszed észre. Vajon milyen öreg lehet ez a tetem, teszed fel a kérdést? És tényleg megmozdult? Teszed fel a második kérdést? Zombi! A Hound Revealer, aki te vagy. Igen? De várjál, nem a Hound Revealer az most megy. Nem, az mert ő lépett be. Jó? Engem hagyjál! Egy cseri szafi zenítő! Szóval a Legacy deckből a Brosh, a The Brooch nevű kártyát kell előhúzni. Igen. És te fogod elnevezni. A Brooch, Brooch of the Undead névre hallgat, tehát így megadták a nevét. Az élőholtak Brosha. És most már hívni? Most már nálad. Aha. És azt tudja, hogy a köröm kezdetén annyi plusz mozgást szerintem kapom. Nem mondd el, mert hogy te vagy a traitor. Lehet, hogy ezt nem kell tudni. Ő a traitor? Aha. Ez kiderült? The Hound Revealer is the traitor. Hound 42, The Revenant. Iszonyatosan szájba lesz verve. Ennyit tudok biztosan mondani. Mindig a klérussal vannak a problémák. Ezt a múltkor is bizonyítottuk. Szóval a külön, tehát hogy van, hogy mind a ketten, tehát gondolom van egy traitor könyv, meg van egy mi könyvünk. Ez a traitor könyv, akkor ez pedig a mi könyvünk. A 42-es számhoz kell majd. Hogy fogják hívni a brost? Brush of the Undead. Undeadnek kell elnevezni. Megvan adva a neve, Brush of the Undead, ez a neve. De hát... Hadd nevezzem már el, ahogy nem, van írva. Ide van írva. Nézd, ez a neve. Give it its true name. The Brush of the Undead. Én hajlandó vagyok
azt mondani, hogy Klára. Köszönöm. Ráírtuk, hogy Undead, de tudjuk, hogy Klára. Ez az igazi neve, de mindenki becézgeti. Az, hogy nektek nincsen. You have no imagination. Whatsoever. Ez egy tárgy, tehát ez nem, ez biztos, hogy nem kell eltitkolni, mert használni fogom nyilvánvalóan. Azt tudja, hogy a köröm kezdetén annyi plusz move-ot kapok, amennyi ghost van a tájlomon. Jó. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Oké, okay. Az van egyébként... 42-es számú hound. Az van egyébként, ebbe belekarcolom még, hogy the day before Pa hit William with a hammer, he told me about the devil man and where he's buried. The devil man. Na drágáim, most gyorsan megbeszéljük mi is, hogy mit kell csinálni, illetve Csirke is kitalálja, hogy neki mit kell csinálnia. Ugye most elkezdődik a hunt. Innentől kezdve a kooperatív játék, ami nagyon nehezen tűnt eddig is kooperatívnak, viszont a kooperatív játék mostantól teljes egészében megfordul, és valójában egy 1v3 szenárióba fogunk átcsapni. Hamarosan visszatérünk, addig is megbeszéljük, hogy nekünk, hármunknak, a jóknak mit kell csinálnia, és drága barátomnak, a büdös patkány árulónak, Csirkének mit kell majd csinálnia. Tartsatok velünk, hamarosan visszatérünk.
Na drágáim, mi ugye most mind a kettőnknek, mind a két csapatnak, nekünk, illetve Csirkének is más-más a célja. A mi célunk a következő. Ő most valójában egy undead creature. Valójában akit, az undead creature szolgálója. Az undead creature szolgálója, aki maga is egy nagyon kellemetlen figura, és a mi feladatunk az az, hogy ellopjuk a testrészeit, letépjük róla valójában a testrészeit, és ezeket meghatározott tájlokon, amik egyébként még nincsenek felfedve, ott elássuk. Tehát gyakorlatilag visszatért az életbe egy több száz éves élőholt, és darabokra kell szaggatnunk. És elásni. Mi akkor nyerünk, hogyha a fejét sikerül elásni. Ezzel az a probléma, hogy ugye öt darab body partja van neki, és ezek közül mi random fogunk mindig húzni, és csak akkor nyerünk, hogyha a fejét sikerül elásni. A fejét úgy fogjuk elásni, hogy a három tile egyikén, amin ezt meg lehet tenni, ott fogunk dobni egy might roll-t, ugye? Igen. És hogyha az 4 pluszos, akkor sikerül elásnunk. Azt nem tudjuk, hogyha mondjuk elásunk egy kezet vagy egy lábat, ami nem feltétlenül az, ami nekünk egy győzelmi condition, akkor azzal gyengítjük-e őt, de nagyon valószínű, hogy igen, egyébként szerintem, hogyha igen. Sikerül róla leszedni testrészeket, akkor valószínűleg gyengébb lesz. Ő nyilván megpróbál majd visszaszerezni ezeket a testrészeket, és visszatapasztani magára. Ugyanakkor meg ugye nekünk kockázatos ez az elásás, mert hogyha nem sikerül a 4-et megdobni, akkor sebződünk. Szóval nem biztos, hogy megéri megpróbálni elásogatni a kezét meg a lábát, hogyha ez nekünk amúgy fáj. Igen, bár megmondom őszintén, hogyha sikerül esetleg gyengíteni rajta, mert ugye Csirkének most van egy olyan Omen kártyája, amivel, hogyha ezen a tájlon áll, vagy ezen a tájlon áll, tehát bárhol, ahol egy szellem van már, ott plusz 1-et kap a speedjére. És ahhoz, hogy mi le tudjuk szakítani az ő testrészeit, ahhoz speedrollokat kell dobnunk, és nagyobbat kell dobnunk, mint ő. Ez azért probléma, mert neki a speedje alapból 4-es, nekem is annyi, Viktor nekem már sebződött, neki 3. De mivel szkolár vagyok, azért használtam a knowledge-et. No, nagyon négyes. Jó. És van szemüvegem, amivel ez szerint én újra dobhatok knowledge rollokat, tehát nem állunk annyira rosszul. Nem állunk annyira rosszul, ez így van. Kocinak is 4-es, úgyhogy valójában nagyon szerencsés dobásokra van szükségünk, mert ő például, hogyha itt áll, akkor rögtön 5 kockával fog majd dobni, és hogyha nem buta, már pedig Csirke nem buta, ezért valószínűleg, hogy oda fog majd mozogni, hogy ott harcoljon velünk. Illetve ne felejtsük el, hogy neki is van valamiféle győzelmi kondíciója, amiről mi nem tudunk. És valószínűleg nem az, hogy megöljön mindannyiunkat. Valószínűleg egyébként van akkor a taktikai zseni, hogy kint most a streamet nézi. Simán elképzelhető. Én egyébként 90% biztosan tartom, hogy nem is egy dolog ellen fogunk most harcolni. Hanem még spawnol dolgokat. Nem, hanem hát az a Revenant, ez a lény, ez egy külön lény lesz. Entitás. Ami mászkál majd, illetve lesz Csirkének a karaktere. Igen, aki... tehát hogy ők a... gyakorlatilag ő lett a... az én valami miatt szolgálója. Azt gondoltam, hogy Csirkétől most megszállja, és nem, átváltozik. Nem, az van, de ez hogy... majd kivel, erre kíváncsi az vagyok. Az van, hogy ő megtalálta ezt a holttestet, az élő holttestet, és most a szolgálja lett. Parádé! Úgyhogy ez egy nem egy kedves ház, ez egy nem egy nagyon-nagyon jó nap arra, hogy mi itt legyünk. Nekem iszonyatos nagy szükségem lenne arra, hogy tudjak egyet tolni a speedemen fölfele. Ezt ugye az egyetlen móda, hogy én ezt meg tudom tenni magamtól, ez a Chalice of Insanity, amivel effektív egy kockával kéne 4-et dobnom. Ez biztosan sikerül. Biztosan sikerül, főleg, hogy 0-t, 1-et vagy 2-t tudsz dobni ezekkel a kockákkal. Úgyhogy nagy valószínűséggel ez nem fog összejönni. Na, mi legyen a taktikánk? A taktikánk szerintem nagyon egyszerűnek kéne, hogy legyen. Megrohanjuk és szétlépjük. Megrohanjuk és szarráverjük. Hát ti.
Nekem, mivel hogy én most kim vagyok, ezért fel kéne fednem azokat a tájlokat, ahol el tudjuk majd ásni. Jó. Ugye mind a három kint van, ugye? Igen. Nem. A Creek-re lesz szükségünk, az kint van. Az kint a Pondra, az is kint van. Illetve a Secret Passage ott is el az lehet meg, ásni. Már megvan. Jó, az megvan. Van. Jó. De van, biztos, hogy van még legalább egy Secret Passage. Igen. Valahol. Valahol. Igen. Akkor lehet, hogy bent is meg tudjuk ezt találni, meglátjuk. Rákérdezek csirkére, hogy aha. Hogy áll? Kérdezzel csirkére, hamarosan visszajövünk, és meglátjuk, hogy csirkének mi lesz a secret conditionje. Eközben egyébként volt az Aruxnak, nagyon szépen köszönjük a támogatást, szép estét az uraknak, neked is! Jó játékot kívánok! Dave, ha megengeded, drága chatnek üzenném, hogy a Lego Hobbit ingyenesen beszerezhető Humble Bundle-ön. Hashtag Team Oh Man! Hashtag Team Eli, hashtag Betrayal Legacy. Hashtag ne bántsd a kártyákat, mert fáj... Fáj érte a szívem! Hát, sajnálom, nekem is fáj érte a szívem, azt kell mondjam. Hamarosan visszatérünk, ne felejtsétek el, hogy ingyenesen beszerezhet tő a Lego Hobbit. Imádom a Lego játékokat, nagyon szórakoztatóak. Hamarosan visszatérünk, hozzuk csirkét, a mocskos árulót, és aztán itt élő adásban fogjuk szájba verni több ízben. Jövünk!
Nos, drágáim, azt már tudjátok, hogy nekünk mi a tervünk, mi a feladatunk. Az, hogy Csirkének mi a feladata, azt valószínűleg majdnem végig titokban fogja tartani. És nekünk kell majd rájönnünk, hogy mi is fog történni. Azt tudjuk, hogy Csirke, az áruló, ő kap egy Revenant tokent, és egyébként a Revenantot kevesen tudják, de a Revenant valójában egy viking vezér volt. Hát el is mondta ugye Viktor, hogy az óvilágból ősi páncél. Úgyhogy csak hogy érezzük a súlyát. Na, szerintem setupoljunk fel először. Mert hogy a token helyett... Mert hogy ő... Ja. Ő lesz az. Csak hogy érezze mindenki a súlyát, hogy itt azért nem a szarra való gurigázás lesz előtérben. Jó, tehát kell az én tájlomra helyezni egy head tokent. Egy head tokent? Head tokent. A head tokent azt oda helyezzük, és mi tudjuk, hogy ez ott van? Igen. Face up, igen. Aha. Utána akkor, mivel négyen játszunk, ezért három. Jó, mert szét fogjuk még először kell tépni. Aha. És ez lesz a trükk. Ráhelyezünk a fejre. A tetejére. Igen. Ó, egyesével kell majd lehúzni, srácok. És ennek az egésznek a tetejére rakunk rá egy Small Monster tokent. Hát Nem, hát őt. Igen, és... És ez az egész kupac, a Revenant. Ez a kupac a Revenant. Igen. Tehát, hogy először effektív le kell győzni. És Monster Cardot kell magam mellé rakni. Ez az. És ő majd megmondja neked, az mondja meg, hogy hogyan operál. De valószínűleg szakértők ezekkel. Szeretném jelezni, papuram, hogy bármikor készen állok átállni az ön oldalára. Na. Mármint, hogy nem! Szépen egész vagyunk. Egész másra gondoltam, mint amire ti gondoltok, hiszen nem is ez, hanem egy tök másik dolog, amit én mondtam egyébként. Na, tehát a szörnyeknek a hallottam jobb magyarázat. Körük elején a saját speedjükkel kell dobni, és annyit tudnak lépni, de minimum egyet. A szörnyek nem szenvednek sebzést a tájlokon lévő effektektől, a szörnyek nem fedezhetnek fel új tárgyakat. A szörnyek használhatnak speciális mozgásokat, amik kártyák vagy tájlok miatt jönnek létre, tehát mondjuk akkor például azt használhat átjárnak. Kivéve, hogyha ezzel egy új tájt fedezne föl, nem tud hordozni vagy ellopni tárgyakat, ómeneket vagy objekteket. Mennyi a speedje? Van speedje. Mennyi? Hát ez majd nem tudom. Mi vennél, vagy mi? Akkor... Mi? Mi? Hát engem érdekel, hogy mennyi a speedje. Hát most mit csináljak? Érdekelnek a speedek. Ezt meglátjuk, amikor mozog. De akkor azt mondtátok, hogy kacus kezd. Kacus kezdi a játékon. Szerintem a traitor kártyát is megkapod. Igen, a traitor kártyát is megkapom. Kapd. Ezen meg a traitoröd képességei lesznek rajta. Uh-huh. Szerintem azokat is érdemes megbeszélni. Mint a sajátod, te fikafütty. Aha, tehát az akadálytokenek nem vonatkoznak rám. Igen. Nem sebződök meg effektektől, amik a tájlokon vannak. A Szent Antiókiai kézigránáttal lehet megölni. Amikor valami akciót csinálok egy tájlon, akkor trétról helyett lehet 5 az értéke. Igen, tehát például emlékszem, amikor volt az a keresős, ahol dobáltunk végtelenség, ott te mondhatod azt, hogy 5. Aha, igen. És akkor beadja. Kicsit ilyen... Amikor vagyunk még, szerintem, event tájlra lépek, akkor eldönthetem, hogy fel akarom-e húzni az eventet, vagy nem. Ha nem húzom fel, akkor mehetek tovább. A már futó event kárdoktól hátrányos effekteket nem szenvedek el, vagy nem szenvedek el feltétlenül, tehát ez is mélyes. Meghalunk mind! Nem. Szét lesz csapva. Hát én egy war veterán pop vagyok, haver, hát nehogy már. Immunis vagyok minden negatív szellem hatástól is az event kártyákon. Jó.
annyi az akadályokra, azt mondta, hogy ugye ő immunis az akadály tokenekre, azok ugye nincsenek is most a táblán, de mi a hősök akadályoknak számítunk, azt mondom, hogy kis akadálynak, és a kis akadály az azt csinálja, hogy egy extra mozgásba kerül, hogy, hogy elmenj onnan, vagy átmenj rajta. Szóval nyilván nekünk az áruló is akadály lesz, meg a Revenant is, neki meg ugye mi számítunk akadálynak. Bajos, bajos a helyzet, bajos a helyzet. Én például, mit tesz Isten, ugye hallani lentről a sikolyokat, én bölcsön majd az emeleten maradok. Bátor. Hasznos dolgok lehetnek még itt elrejtve, mi ugye? A... Egy vacak szemüvegem van mindössze, nem ütlegelhetem vele. Úgyhogy bemegy, és leszop magáról még öt speedet. Kacos? Nem ez a terv. Én kezdek? Te fogsz kezdeni, kacosom. Na mi legyen, oda menjek és jól szájba verjem. Gyere! Szerintem létes, bár neked már van egy pisztolyod. Te már van egy pisztolyom, de ugye az a baj, hogy az hogy mi megtámadjuk a Revenantot, az ugye nem egy támadás effektív, igen, hanem van egy speciális akció. Szóval a pisztoly ebben a formájában mit sem ér. Ez még igaz. Igen, de szájba lőheted esetleg a fiatalulat. Szájba lőhetem valójában, csak ugye feltolta már a májtját kettővel, úgyhogy attól is félek egy kicsit, hogy visszajön, ad egy nyaklevest, így fonás. Fogok. Mennyi a... Nekem három a májtom. Oh. Akár csak nekem. Bár én használtam a knowledge-omat is. Nekem ugye négy. Ja, nem, én nem, nem támadhatok knowledge-el. Szóval... Mm-hmm. Nem támadhatsz knowledge-el? Mindenre használtam a knowledge-ot, kivéve támadásra. Oh. Tehát nem csináltad, hogy... Igen. Ta! No, Kaci, te lehet, jó, lehet, hogy még kicsit gyúrnunk kéne magunkat. Buffolódjunk egy picit, és aztán utána rámegyünk az arcára. Híves utolsó mondatok. Igen, kicsit félek egyébként, hogy van valami specialje még pluszban. Ami... Mit csinál az Operaház fantomja? Az Operaház fantomja? Jaj, ne izguljál! Ne izguljál! Mire gondolsz? Hát van egy pisztolya, meg ugye gambler. Úgyhogy, de úgy, hogy mit csinál, hogy mit fogsz most mit csinálni? Fogsz most csinálni? Jó, hát gondolkozom. Mit csináljak? Meneküljek? Hát Kaci, fedezzél még fel, aztán harcoljunk. Legfeljebb a szájadba lép, azt meghalsz. Ja, de úgyis utolér. Azt akarom, ezt megnézhetem, hogy milyen izék vannak még? Gondolom. Hát, már gondolom. Jó. Hát az van, még egyetlen felső emelet? Hogy egy felső emelet, vagy földszint, az egy kártya van. Ó. És azon kívül már csak kint vannak dolgok. Ó. Meg a pincében, de a pincében még nem jutottunk le. Hát akkor lehet, hogy a pincében megyek. Én le tudok menni, az a baj, én le tudok menni a pincébe, de pont mire leérek, most annyi. És kus. Mert az nekem négy lépés, és négy a speedem. Nekem három, egy... Miért, honnan mész a pincébe? Ott vagyok. És honnan mész? Hát én pont le tudok érni a pincébe. Ja, hogy innen mész a pincébe. Az egy, kettő, három, négy, és akkor nem tudsz tovább menni. Aha. Én viszont le tudok. Viszont egy, kettő, három, négy, öt, tehát hogy nem tudsz utána jönni feltétlenül. De egy... Kettő, igen, három, de... ugyanott vagyok, mint te. Ja. Meghalunk mind! Jó, hát... Ne legyen már ennyire negatív, egy kis pozitív energiát hát próbáljuk meg. Hát akkor én elkezdek, én is kimegyek. Legalább hamar meghalunk. És akkor Viktor meg fel tudja fedezni az emeleti szobát. És akkor nem lesz semmi a földszinten, de... És akkor nem lesz semmi a földszinten, de a kinti területeket meg tudjuk fedezgetni. Csináljuk ezt. Jó, akkor én azt fogom csinálni, hogy kimegyek, kettővel ide, és a harmadikkal meg ide lépek. De miért kell neked kijönnöd, ahol én fedezek fel? Outside! A tó! Megtaláltuk a tavat. Megtaláltuk a tót. Tót. A tó az egy... De kár, hogy... Esemény. Ez biztos nézi, és üvöltem asztorban. Upper ground, azt mondtam, upper úgy, basement, outside. Én közben kedélyesen elteázgatok a konyhába a zombimmal. De... Ő Erik, a zombim. Erik, hideg van. Erik hívják, ő a zombim. Szóval hideg van odakint, sokkal hidegebb, mint kellene. Vízparton mindig hideg van, azt mondják. De sokkal hidegebb van, mint kellene. Erősödik a szél, aztán így neked feszül, majd elkezd így tépni teljes erővel. Hogy fúj a kabátomat, látjátok? Látom, egy nagyon speed, egy speed rollt kérünk szépen. Ez négy. És majd mondd meg, hogy mit dobtál. Várjunk még.
És hármat dobtam. De gambler vagy, úgyhogy újra dobhatom. De gambler vagyok, úgyhogy újra dobhatom a két üreset. Most az a kérdés... És azokat beljebb dobjad, mint ahogy hogy az eddigint dobtad. A három az egyébként nem olyan nagyon rossz dobás. Ha ezzel a két kocka, most megint mind a kettővel nullát dobok. Én megkockáztatnám, Kaci. Amire egy harmadszor egy ugye, harmad mondom. Az esély. Maradt a három. Nem, maradt a nulla. Mert ugye, ha mind a kettőben nulla dobok másodjára, akkor nulla az egész. Ez nagyon kellemetlen, mert a szél teljes erővel felborít és neki csap így mindennek, ami a környéken van. Olyannyira, hogy el is ragad, és a szomszédos tájra sodródik át a karaktered, és két fizikai sebzést szenved el. Így. Jó, hát lefőtt a kávé. Nem feltétlenül, mert én még oda mehetek, odaadhatom neked a Velbakitot, és azzal gyógyulhatsz. Én is oda mennék. De te maradjál csak. Minden rendben lesz. Csirek, minden rendben lesz. Ja, most az a baj, hogy nem kell csirkének, meg se kell mozdulnia, bazd meg, mert megöljük magunkat. Bocsánat. Köszönöm, kedves Leron, nagyon kedves. Kaptam dicséretet a Van Helsingre. Most egy kicsit beszéljünk rólam. Hát, most hagyjuk ezt a játékot, a és... Semmi köze hozzá. Na, kezdődik. Elnyomnak. Köszönöm szépen. Megérdemli, megérdemli. Lehúztam a májtomat a legalsó értékre. Az jó. Az nagyon jó lesz. Jól állunk. Mi baj történhet, hiszen még csak most kezdődött a haunt, és... Na, te mit csinálsz, atyám? Én taktikailag... Hogy legyek a zombit, ha meghalok? Jó! Most, hogy hallom lentről a sikoltozást, meg a feltámadó szelet, úgy gondolom... Mi ez? Úgy gondolom, hogy... Megném, talán onnan jön a hang, onnan... Innen? Onnan. Onnan jön a hang, egy nem, upper... Verjál, mert egy-kettő, akkor marad felfedezni. Egy upper floor, cím. Ground floor. Jó. Ez a vendégszoba. Vendégszoba, itt tudsz keresni. Nagyon jó. Ugyanakkor viszont itt vár téged egy event is. Igen, igen. Na hát találsz egy kandallót, aminek az alján még egy icipicit ízik a parázs, még érzed a melegségét, úgyhogy felkapsz egy piszkavasat, és megpróbálod még életre kelteni a tüzet. Itt kint nagyon hideg volt, igen. Hallottad, ahogy süvített a szélbe az ablakon, úgyhogy megpróbálod egy kicsit felpiszkálni a tüzet, hogyha egy knowledge rollt kellene csinálnod. Mert ha knowledge rollt kell dobni, akkor ezt egyel jobban dobom, hiszen tudós vagyok, mi azt jelenti, hogy 5. 5 kockával dobod? Aha, 4-jel dobnám, de így 5-tel dobom, mert okos. Igen, látom. Okos. Én tudtam. Ez 5. 5, nagyon jó, sikerül életre keltened a tüzet, és megmelegszel mellette, úgyhogy becsekkeljük ezt a boxot. Oh. Hol a kis filc? Ott van, az árulónál. Jaj. Nem, magának nem jár. Mondjuk, hogy becsekkelünk egy kis boxot. Jó, van, ezeket Erik megjegyzi. És kapsz egy szenitit minden becsekkelt box után. Akkor itt most egyet kapok. Úgyhogy itt most kapsz egy szenitit, csak ötösen aki a következő játékban majd felhúzza az eseménylapot, én már két szenitit fog kapni, viszont ugye ha összegyűlik rajta a három kis jelzés, akkor szét fogjuk tépni ezt a lapot. Minden alkalom, hogy látom, hogy megvonoglik az arcod, amikor kicsit. Erről van szó. A Jeromos... Múltkor se tépted szét, nem? Csak elraktad. De széttéptem. Jeromos egyel tovább megy. Igen. Megtalálja odakin. Egy véres, Bloodfield. Véres mező. Bizony, két szellemes véres mező. Tehát, hogy basicben két szellem van rajta. Köd. Ködcsápok nyújtóznak felé, és... mintha egy láthatatlan kéz ujjai tapogatóznának feléd. Ha van fog sticker ezen a tájlon, de nincsen, akkor mindegy. Így viszont egy fog sticker kerül a lapra. Fog, elöntött, mint köd, nem mint igen, nem fog. Mint fog, hanem mint köd. Igen.
Hát nagyon. Ez nem egy kis matrica, mint a szellem. És most hogy... én is áthúzok egy... Ugyanis kétszer kerülhet köd jelző erre a tájra, utána össze kell tépni. Miért kell? Ott írja a szöveg. Na. Azt mondja, ne ragazd le véletlenül se a különböző jelzéseket, de... Azért választottam egy olyan, nem a szellemre ragasztottam meg, ez nem tudom, hogy ez mi lehet, úgyhogy nem is oda ragasztottam, igen. Biztos, ami biztos. Nagyon jó. Szóval itt most köd van, igen, innentől, a vérmezőn. Bármit dobsz, egyel kevesebb kocka. A kockával. Tudom, csak dobd! Illetve a köd az a line of sight-ot is blokkolja egyébként, úgyhogy... Úgyhogy baromi rossz helyre húztam ki. Igen. És most megállhatok. Hát meg is kell. Vagy meg kell állnom. Úgyhogy jön az áruló! Ugyan. Günther atya kiszürcseli a csészéből a tea maradékát, és elindul kifelé a kacihoz. Radolfusz, ha kérhetem. Radolfuszhoz, aki szájban ötte. Micsoda! Tehát kijön, és ez a drága ember, és ezt a másik drága ember csak így megüti. Jó, igen. És milyen trait-tel támadsz? Mighton. Az baj. Mennyi a Mighton? 2. Jó, hát adok neki 5 átkozott kockát. De elég 5, te. Ja, ja. És rögtön 2-es dobott még azzal is. Hát ez 5. Az csak 5. Hát azt még túlélhetem. Nekem csak 2 kockára lesz szükségem. Nagyon jó. Az 1. 1. Hát az azt jelenti, hogy 4. Ugye ilyenkor, mivel 2-nél többet dobtál, ezért dönthetsz úgy, hogy nem sebzel, hanem inkább ellopott tőlem a mama kovás pisztolyát. Nem kell, köszönöm. Biztos nem. Nem fogok. De nem kell a pisztoly? Nem. Ez nem. A legfaszább pisztoly! De mamáé volt! Meghalsz? Mama pofán lőtte vele a papát, ez volt a probléma. Na hát itt vesztek 1-et, meg még 1-et, és akkor még 2-t kellene? Igen. Aha. Erős elindulunk. Nos, ebben az esetben meghalok. Jaj. De annyira meghalok, hogy mind a 2 értékemmel meghalok. Duplán meghalsz. Ez is 0. Miért érzem úgy, hogy az esélyeink radikálisan csökkentek, és eddig sem voltak nagyok. Úgyhogy lehet, hogy nem egy opera énekest kellett volna hozni. Pedig jól indult. Úgyhogy Radolfusznak lefűtt a kávé. Mi történik ilyenkor van erre most? Radolfusz szellemként kísért majd tovább. Ó, csodálatos. Azon már hogyha van. Csak olyan helyre kerülhet ugye szellem, ahol, igen, igen, ahol igen. Van rá... Igen. És ott meg van. Meg annyi. Jaj, basszus, tényleg. Mert ugye van, ahol egy igen, szabad igen, hely, igen, van ahol. Itt 3. Jó. És ha öngyilkosak lennénk mind a ketten gyorsan, fájdalommentesen? Ne, én oda megyek, azt úgy szájba verem. Jó. Jó, a Dávid? Mond. Emlékszel te, hogy ott a szekrényen ott vannak még a régi kártyáink, ugye? Amiket az előző epizódban nem dobtunk ki. Azokat ide adnád, ha szépen meg kell. Nem tudom, hol vannak. Valahol ott volt egy csomó kártya így a szekrényen. Ilyen más játékokból. Ezt kerestem, igen, nagyon jó, hogy ezt nem dobtuk ki. Ezek ugye a Ghost stickerek, amik nem a nagy stickeren vannak rajta, hanem ugye ezeket külön kellett kitépni az inkulum furunkulus kisfüzetből. Kaci, egy opera énekes halálsikolyt. Ezért már megérte kinyírni. Gyakori operába járó gyerek ez egyébként. Miért nem én stickerezem a játékod? Én haltam meg. Az én vérem áztatja a lépcsőt. És harcoltam akkor ugye vége a körömnek. Igen. Igen, de most jössz a szörnyel. Mehetek tovább? Nem, jön a szörny. Az is te vagy. Azt tudom, de hogy... Szerintem nem mehetsz tovább. Nem. Hát meg nem érsz el odáig, mert ugye itt bármilyen megölte az obstacle-t. Nekem nem számít az obstacle. De mi számítunk obstacle-nek. Tehát, nem, nekem nem számítanak igen. Az obstacle-ok. De az obstacle de tokenek. Az obstacle tokenek, de az ember, mint obstacle, az számít. Az számít. Az volt kaci. Tehát, hogy ott még a hullája egy kicsit visszatart attól, hogy oda gyere, bazd meg. És az a visszatartás, az mit jelent? Hogy itt ez most neked... 1, 2, 3, 4 speedbe került. Hány speeded van? 4, de a bros miatt kapok
egy plusz lépést, annyi a szellemek után, ami a tálamon van, és a konyhában van egy szellem, úgyhogy pont el tudok még lépni. Azt mondja, hogy... De itt is van már szellem. De a köröm elején számít, tehát ahonnan elindulok. Jogos. Akkor van még egy lépésed. Azt mondja, hogy igen, a körödben mozoghatsz és használhatsz akciókat, tetszésed szerint, addig, amíg el nem fogy mind a kettő, vagy úgy nem döntesz, hogy nem akarod őket használni. A használhat akciókat mozgás közben. But. Azelőtt, hogy elkezdenél mozogni. But minus mozogni, one die. Vagy azután, hogy... hogy mozogtál. Szóval igen, mehetsz még tovább, ha szeretnél. Hogy ne szeretnék tovább, mint Dávidhoz? Na, hogy már egy körből megöljön mindenkit! Én még föllorejtőzködök az emeleten. Odáig is eljutok. Téged nem tud megölni, mert már támadott ebben a körben. És akkor mit tud csinálni? Oda jön? Minden akció csak egyszer használhatsz egy körben. Értem. És mert ott akkor már... Akkor ott maradok. De akkor jön a Erika, a viking. Én bocsánat, Erika? Ott szörcsölni tudsz. Eriknek szerintem hármas a speedje. Kellene, mert nincs semmink. Úgyhogy dobok hárommal, és annyi lesz a move-ja. Isten. Ja? Eriknek hívják. Tehát, hogy tud hatot menni? Csak ötöt. Oda megyek hozzád. A hozzád az... Dávidhoz. A kezeimmel, lábaimmal együtt. Na most széttépheted, látod? Most, széttépem. Úgyis itt kell majd... Mondd neki, hogy kisült a csicskalán. És... vágd az arcába. Nem érem előket, és kell mind. De mennyi kell? Hat a májtja. Májtól támadsz? That could be a problem. Uh-huh. Gyere! Jézusom! Hát, ez 9! A fejedre borította a fekete műanyag papírkosarat. Jó, csak nem tudja, hogy én egy war veterán vagyok. Igen. Tehát amikor... Májtól támadsz, az... Ja, amikor támadok. Nem tudtam, de mielőtt darabokra szaggatlak, köszi az infót. Elmeséled ez a történetet neki? Igen, én öt kockával érkezek. Az Isten nevében, ott áll mert a kis hogy izi keresztjével. Plusz egyet kapok a war veterán miatt. Aha. Mennyit dobtál? 9-et. Az baj. Öt kockával dobhatsz 10-et. Viszlát, világ. De ne hagyjatok itt. Chat! Most mindenki nagyon drukkol! Mindenki 10! És akkor rá tudok verni egyet az arcára. Ez a feladat. Semmi más. Ez szerintem megnézni a csata, hogy rávered az arcára, de... Nincs egyet. Valami? Semmi nincsen! De a kehely nem ad de a war veterán mit csinál, amikor téged támadnak? Kehely szart ne ad! Nem egy kehely, ez egy vödör. De a cselisz. Ja. Cselisz of insanity! Mit csinál a war veterán, amikor téged ütnek? Mi? A war veterán akkor nem csinál valamit, amikor téged ütnek? You take maximum one damage when you lose an attack. Yeah, you make. Igen, tehát hogyha én támadom. When defending against a might attack, you may roll one. Ott a chat! Ott a 10 meg a 0. Dobtál plusz egy kockát? Mi? Dobtál plusz itt egy van, kockát? Itt van az 5. Akkor sajnos kivenni. Na gyertek gyerekek! Gyere! Jó, gyere! Jó, igen. Mocskosszom be! Hát ez 3. Lehetett volna rosszabb is. Az... Az 6. Igen. Várjál, megkeresem a szellemmatricákat. Most Jerovos valójában meghalt, tehát hogy... Ez kicsit ilyen overpowered ez a lény, nem? Egy hangyányit. Az az én idézetem, hogy nothing I face today could be as bad as what I've seen already. És mégis. Except dying, I guess. Másodszorra menne. Nem, ez három! Ez erre van beállítva. Definitív 3. Na még egyet. Hogy ezt tanulod, lény? Öt! Az a... Hát azt még nem tudjuk. Az a túlélni. Szerintem varett tárgy. Aha, oké. Okay. Hogy mit? Hogy? Ezzel túlélném. Szerbi az egyesünk lenne, hogy... Jó. Meghaltál?
Ne, úristen, egyedül maradtam a... Nem vagy te egyedül. Na, megbeszéltük, hogy mi a feladat, Viktor. Sikoltozva menekülés, oké, jó lesz. Ajaj, én ugye a Chalice of Insanity-t meg a bucketet azt eldobtam itt. Uh-huh. Ezeket ő fel is veheti, nem? Droppoljuk az itemeket, ugye? Így van. Gondolom. Igen. Ja, akarjátok a zombit szétszedni, vagy valami? Volt egy ilyen terv, igen. Egyszerűen odaig első jutottunk, hiszen egyesek széttépődtek. Az tényleg, az megvan. Ja. Tehát ez egy kör volt eddig. Egy kör volt. Én még nem is voltam. Na jó, de voltam. Jó. Hogy van neked 6-os speeded, bazd meg? Hát 3 hogy 6-os might-od? Ajaj. És oda le van írva, hogy 6-os a might-od? Hát oda van írva, hogy might 6. Utasd. És might-oltám. Hatos. Én, ha halottnak nyilvátom most magamat, akkor nem. Megalázó részek. Ketten vannak ellenem. De hát, ha nagyon viccesen halsz meg. Hát, ha megtalálom a szemkézigránátot itt a házban. Jó, elolvasnád nekem? Na, hát, nem, az a baj, más. Hogy az emelet már zárva van. Igen, viszont én itt még kutathatok. Mivel szörcsölünk? Melyik értékkel szörcsözöm? Speeddel. Speedról. Ez 3-mal szörcsölök. Tudod, amivel lopni kéne tőle. Figyelj, mindent megragadok, hogy valami hasznos dolgot találjak. Nézzétek az eredményt. Ez 3. You semmi. Find nothing. Lose all moves. Remek. Én jövök. Te jössz, igen? Igen. Van koponya, egy, vagy szellem azon igen, a... Igen, egy. Az egy a másikon most már 3. 1, 2, 3, 4. 5. Ezen miért van 3? Jó, mert 2 volt gyárilag. És most a Dávidot elvállalva. Készítsd az állkapcsod, kérlek. Hogy került ide? Egyébként feljöttem. Mennyivel dobsz? 5-tel. Ugye milyen jó volt, hogy... Mondtad, milyen jó tárgy, és én elpusztítottam, helyette húztam 2-t a Mighton, előre láttóan. Na, ez egy jó ötlet volt. Én a... Tehát ez a... 5. Ez a... simán megvan. Ez, meg lehet ezt dobni, Viktor, hiszen ne legyél ennyire negatív. A védekezésre vajon dobhatok knowledge-ot? Azt mondja, hogy mindenre kivéve a támadásra... Védekezésre dobhatsz knowledge-ot, így nem, van. És ez jó, ez végül is... De az egyel több. Hát mert tudsz karatézni, úgyhogy tulajdonképpen. Ennyi. Igen, tehát a... Ha! Ha megtámadom, akkor csak... Lehet, hogy nem hal meg teljesen. Kérlek szépen egy kockát még. Nem kell a szaros tekkockát, de a mi kockán kell. 5. Így jött, Angá! És riposztolta. És te mennyi dobtál? 5. Ja? Akkor ez semmi. Egyébként, kérdezted a stunt. Igen. Ugye... Ha le tudnánk stunolni a Revenantot, akkor az mi jó ez a többet stuntot? Lélekben velem vagytok. Azt tudom. Mondja a játék, abszolút, hogy a szörnyek... Abszolút, plusz move-ot is adunk az ellenfelemnek. Ha a szörnyeket legyőzöd, aha, akkor nem halnak meg, hanem stunolódnak, ha csak máshogy nem mondja a Hound. Uh-huh. És ilyenkor el lehető glopni dolgokat, ugyanúgy dobnak a kockával, amikor stunolva vannak, hogy aha, védekezzenek. Viszont ez akkor azt jelenti, hogy a Revenanttal lehet támadni is, rendesen, meg lehet ugye tépkedni. Igen. Jó. Tehát hogy lehetne vele harcolni, csak simán, és aztán ha le tudnánk stunolni, akkor ő ugyanúgy védekezne a kockával, de ha ő dobna többet, akkor nem sebezne ránk vissza. Ja, ezt igen. Csinál, ennyit sem. Mert egyébként meg így sebezne. És aztán az mennyi ideig érvényes? Az onnantól stunolva van, hogy legyőzöd. Tehát ha levered a HP-ját 0-ra, akkor onnantól ő stunban van. A szörnynek is ugyanúgy, tehát a szörnynek a májtját vered le? Igen, de, igen. De nem tudom, hogy a 6-os might-ot hogyan lehet leverni, de oké. Mert arról itt nem találtam semmit, hogy a szörnek hogy vagyon az életereje, vagy a sebzés, vagy ilyesmi. Az, hogy 3-as speed-en van, mindig utolér, bárhova megyek. Ez így van. Úgyhogy keres. Igen. Hát fönn már nem tudsz. Igen. Fönn már nem tudok. Jön a Revenant, úgyhogy itt van a 3 kocka. 1, 2, 3, 4, 5... 6-ot kell dobnod ahhoz, hogy...
kettő, és az csak egy. Ja nem, mert hogy semmi nem akadályoz még, az kettő. Bejössz ide. Azt nem baj, hogyha ezt oda képzeljük, hogy ne kelljen mindig rakni mögéd. No, hát akkor én viszont... Keressél! Na, hát most mi nem, baj lehet? Nem, elpucolok innen. De hova? Hát... 9-es speedje van. Tudom, ezért... Akkor üssél rá! Egy... Kettő, mert hogy ott van melletted. Ja... Úgyhogy plusz egy, onnan kilépni. Akkor amíg csak ideig kilépni. Tehát le tud jönni a lépcső aljára, igen? Ahol vár a Revenant. Ilyen Magdi anyósosan így le tud gurulni. Jó, akkor... Viktorom, hát, szerintem... szájba kell verni. Hát az keressél az... egyet, azt verjed szájba. Kettőt lehet együtt? Tehát kereshetek és támadhatok igen, is? Igen, mert ott csak a múvjaidat veszted jó. el. Tehát, hogy utána akkor... még a szájba is verheted. Akkor először keresek. Izéval, speeddel. Három kocka. Ami lehet négy is, mert dobhatom. Ezt az előbb elfelejtettem. Igen. Az 7! Ah, és nem kerestél, hanem támadtál, ha jól emlékszem. Jól megütöm, igen, én is így gondoltam, igen, oda csördítek. Igen, a védekezés esetleg... Aha, tehát hogy nem kell leverned nullára, hanem ha megsebeznéd a monstert, akkor stánolódik. Így világos. Aha, szóval... Nézzük meg, hogy Viktor milyen tárgyat talál. Nem, mert hogy támadás történt. Én emlékszem, cset, emlékeztek, hogy volt szó keresésről nyilván, tehát, hogy jó barátom, nem téved nagyot, esetleg csak félreértetett valamit. Ha! No, viszont... Nézzük a kockára. Ha... Tudom én, nulla... Nem fog belemenni, leszarja. Nyilván. Ismerem. Úgyhogy... Lehet, hogy egy tök jó tárgy. Nézd meg a tárgyat, mert nem fog belemenni. Pont a legfőső lesz az. Meg azt nem is dobhattad volna ennyi kockával. De dobhattam volna. Nem, mert adtak. Ja, tényleg valóban. Látod, majdnem szabály szegésbe vittél bele. Igen. És ja, jól mondják a cseten, hogy úgy működik a stun, közben én is megnéztem pontosan, hogyha rásebzel a szörnyre, akkor lesztanolódik, és akkor a következő körében annyit cselekedhet, hogy feláll. Azért, mert gondoltam, hogy nem folyamatos. Igen, az azért úgy fura. Ez mire jó? Mert hogy... Egy. És ugye egy három a speedem, tehát három kockát dobok a Revenant-tal, de hogyha hogy lennének családjéreké, azokat hát az beletörnölhetném a Revenant-ba, és az mindegyel növeli a speedjét. Ennyi, hogy a családjérek jelenne, akkor ugye még gyorsabb. Az a baj, ez rosszabb, mint hogyha ezért lenne. Igen, hát az a kérdés, hogy... Hacsa, akkor le nem cserélhetem a speedet, ugye... Most már elmondhatom esetleg. De ugye az attak. Nekünk speedbe kéne lopni. Az a kérdés, hogy ettől függetlenül akarod, de a... Családi erekévé tenni ezt a crossbow-t. Nem, nincs sok értelme, főleg úgyis milyen meghalok, de... De valójában úgy, tehát a családi erekévé teszem, hát akkor... ugye játékonként egy ilyen dolgot tehetsz családi erekévé. Hát lehet, hogy megéri, mert rejtem ugyanannyi a mighton, mint most a speedem. És a családi ereké akkor plusz egy kockát, akkor négyjel támadok vele. Ez nem rossz. Jó, akkor ez családi ereké lesz. Ez azt jelenti, hogy ráragasztjuk a... Igen. Nekem esélyem nincs családi erekévé tenni valamit, mert folyamatosan meghalok. Somának nagyon-nagyon szépen köszönjük a támogatást. Szia Dave, Szerbusz, Soma! Sajnos eddig nem volt időm nézni a streameket, / videókat, de most végre nyugodtan nekiállhatok pótolni. Jó titeket újra látni, további jó szórakozást. Nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy te is jól szórakozol. Mert mi nem. No, hát arcba lövődik egy számszeríjjel. Igen, és el is nevezheted a számszeríjat egyébként. Abrahams. Nem akarod inkább úgy hívni, hogy crossblow? De akkor ez azt mondja, hogy crossblow, crossbow. Ja, akkor... Ezt erre kell írni. De hát az csak annyi, hogy ez egy the crossbow. Tehát, hogy... The mighty crossbow. Nem, nem, nem. Adnak egy olyat, hogy Jeremiás a számszeríj. Nagyon szép. Én például a szemüveget, ha az enyém lesz, én víziónak fogom elnevezni. Ez igazságot Jeremiásnak, crossbow. De ezt oda képzeljük majd. De Jeromos vagyok! Nem Jeremiás! Nem is a miért! Már halott vagy. De legalább annyi legyen bennetek, kérek, hogy megjelzitek a szaros nevemet. Igen, mert hogy speeddel támadok, ami 3-as, de mivel családi érek jelett, megtaláltam, ezért egy több kockával dobom. Soma, nagyon szépen köszönjük a másik nagyon kedves támogatást, Bajha
temetésről nézlek titeket? Remélem nem temetés. Szerintem az N betű maradt ki, és azt mondta... Tüntetésről nézlek titeket! Fun with Geeks Forever nem. Sőt, az a helyzet, hogy gondolkodtunk azon, hogy játszunk még egyet, de vagyis, hogy lejátszok a következő chaptert, de lehetséges, hogy inkább ki fogunk menni. Úgyhogy dobjad. Az 5! És egyébként... Eat this! Közben meg Mózes kérdezte, hogy a zárulónak ugye nem kell figyelembe vennie a szellemeket, és hogy a bros hatása nem aktív. A zárulónak a szellemek negatív hatásait nem kell figyelembe venni. Bizony. Na lássuk. 4! Te mennyi dobtál? 5-5. Ha-ha! Egyet sebződök. Így van. Hát, melyikből húzza le? Lehet, hogy a speedjéből húzta le. Itt tartent. És hát akkor ennyi voltam én. Jössz! Te, I guess. Aha! Szájba verlek. 15-ös májta. De védekezhetsz... Novigyan. Az 5. Jó. Hát én akkor knowledge-el fogok védekezni, ami 4. Mennyi volt neked egyébként? 5-5 dobott. És hagyom. Miért dobsz te ekkorákat? Nem ér. 7! What the fuck? Is! Kerizd le! Kerizd le! Kettőt sebződök, ugye? Uh-huh. Az azért jó, ha őt meg tudod ölni, mert utána már csak a remontot kell harcolni. Tudod, aki fontos májtal fogod a mindjárt az arcodba. Jó, lép a revenant. Mindjárt megnézzük, hogy mennyit. Azt hiszem 6-ot lép a revenant. Jaj. Leléped nekem, kérlek, amire persze, kérdei. Persze. Oh, biztos, hogy nem erre akartál menni? Nem, másik irányba, felfele. Ja, ide? 6! Fuf! Hát ez... Hát jó. És akkor a Revenant? Támad. Mit az Isten? Hány kocka kell? 6. 8. Miért érzem, hogyha nincs sok esélyem így hirtelen? De! Mennyi? Hát... De védekezni tudok? Knowledge-el? 6! 6. Hát az lófasz. De védekezni tudok knowledge-el is. Kivéded, így van, az kivéded. 6-ot, 4 kockával. Ennyi. Hiszen ugye tudsz karatézni, úgyhogy knowledge-el védekezel. 3. De ezt sanity-ért újra dobhatom a knowledge rollokat, és ez most egy knowledge roll volt. Úgyhogy... Jaj, micsoda kombó. Lehet, hogy ez, opa, lehet, hogy exploitolok itt valamit, de hát ez van a... Ez van nem exploitolsz semmit. Ezt így kell! Jó! Már is sokkal jobb. A 2 pont, ugye? Mert 6 volt. 6 volt, dobtál. Így kell. Így kell. Ha pirosra van húzva... Akkor még élsz. Akkor még jól van egy abszolút. De az a baj, hogy nem onnan vesztesz, hanem fizikai jól kell. Jaj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 
fizikai az a speed és a... A speed might. És a might. Hát akkor 3 és... 3. Így maradjon meg 3-as. Nem állunk jól, uraim. Dehogy nem! Dehogy... Mi a partvonalról drukkolunk. No. Hát én akkor nekiesek a Revenantnak, ha már így itt vagyok, ha ide jött hozzám. Speeddel kellene dobni, de knowledge-al fogom. Uh-huh. Meg tudom széttépni. És azt mondja, hogy nem, hogy ez attack. Nem, ez egy speed. Nem. Ez külön szabály. És külön szabály? Én speeddel dobok. Így mind a kettő speeddel dobunk. Igen, mert ez nem egy attack, hanem ez egy challenge. Challenge. Megpróbálom széttépni a foszladozó hullát. Aha, és ezt 4 kockával fogod dobni. Én igen. Viszont csak 3 van. Aha, nagyon jó. Ez 5. Az 4 sikerült. Ha több, akkor... Ha nagyobbat dobsz, igen. Akkor kapsz egy testrészt. Egy véletlenszerű testrészt tokent. Véletlen? Nem. Nem. A legfelsőt. Mert legalul van a fej. Aha, és pont a headet kapott, parancsolj. Véletlenszerű. Jó van, kussoljál! Egy lábat, a lábát. Igen, letéptem a lábát.
szerencsétlen ott ugrál. Egy lábon. Hatalmas fánhelyszín. És hagyott lóva. Kedvencem, néztem ilyen top legtöbbet nézve. És ezt már megcsinálhatom, hogy ez is külön akció. Az anyád! Revenant, yeah! A Pippert megcsinálhatod. Mert akkor ezt én eldobom. De az csak a... És figyelj, gondolj bele, te már egy szállam vagy. Tudod a Krikapondon. Az Ender csapatot erősíti. Így van! Yeah, Ender! Hajrá! Igen, azt megcsinálhatod. Na, de az történik, hogy fogom a lábat, és áthajítom az... Ide, átdobom a hálószalába. Letértem a lábadat, és átdobtam. Line of sight-ban tudom állítani. Egy másik szobába. Nem csökken ezzel neked valamit? Lábam. Mert viszont mi értelme van a dobálásnak? Hát, hogy mondjuk nem kell neked onnan föntről elhozni a fejét ide, hanem végig tudod dobni a folyosón, de. Dávid meg fel tudja kapni. Mert a halott Dávid. Fel tudná kapni. Mindegy, eldobtam azért, hát ha jó lesz valamire, hogy nincs a közelében egy láb. Mm. És te jössz. Én jövök. Érzem úgy, hogy ezt a kört már... Nehogy nem, sima, kivédekezed. Viktor Keri! Hát én szájba verlek. Surprise. Ne kellett azt szaladnom. Nézzük, hogy mi történik. Fürke, dob! Három! Ez nagyon jó. Knowledge-al védekezek. Az 4 kockát jelent. Az bizony 6. Hármat sebződök? Uh-huh. Azt adom. Szóval Dávid a Fizzbombra visszatérve, hogy néztem ilyen top cségó klippek random videót, és abban volt egy olyan, hogy így megy körbe az operatőr így a csapat előtt, nyilván így a nyertkör után, és így tartja csávó a kezét, és ilyen tényleg 40 másodpercig a társa az nem nyúl vissza, és így az operatőr így benyúl, hogy ne hagyják lókba a srácot. Jön a Revenant. Erika Viking. Erika Viking. Jó, hogy Erika. Erika Viking. Erika Viking. 6 kockával csak. Aki. Bocsánat, az előbb nem... Ja, nem. Nem. De most újra kell rázni, igen. 6! Hány kockával kellene ezt? Hát knowledge-al védekezek még mindig. 4. Az 4! Az még jó! Azt túl érted? Túl. Hát cserébe. Az mennyire jó lett volna, hogyha ezt csinálod és mi még élünk. Ugye? Hú, jó, hát azért kettőt azért sebződ. Tudom, de jaj, mert közül ezért gondolval voltam. De mennyi kettőt, ugye? Jaj. Igen. És... Jaj, ez nem tetszik ez az is. Kiválaszthatok egy nem a szörnyös csatlakoztatott testrészt, amit éppen nem hordoz egy hősem. Ez a testrész 2 tájnyit mozog. És a szörnykörének a végén, amikor ugyanazon a tájlon van egy nem csatlakoztatott testrész, az visszamászik és újra csatlakozik a kis testéhez. De ezzel már nem tud támadni ebben a körben ezek után. Jön a... Remélem. Nem. Tehát támadott előbb. Tehát, igen. Hogy nem támad többször. Ez az körének nem jön így visszakerül hozzád. Ja. Visszamászott a láb, mint az Adams Family-ben a kéz. De nem rúg. És a legtetejére megy. Nyilván a legtetejére megy. De akkor most megint ezt fogom tudni, csak lehet. És nem stanos, mert ugye a támadásról lehetne lesztanolni, de ez nem egy támadás volt, hanem egy ilyen challenge, hogy így azt mondta Viktor, hogy add ide a kezed, és így, vagy a lábad, és így letépte róla. Igen. Nos, de ha a legtetére került, akkor megint csak ezt fogom tudni következő estetében, meg semmi tudom. Öld meg őt! Megütöm. Kettőt sebzel, és meghal. 3 kockával dobom a Might. Might-tal. Várjál. És hát, Michael... ha meg... most lényegében akkor valamelyikünk meghal. Hát... Megütöm a tapot. Jó. Hát nem biztos, 2. Hogy... Nem biztos, hogy te leszel az. Aki meghal. Hol meg. Hát akkor meghaltam. Én is. Tadam! Istenem! Jaj.
Nyertem. Van olyan, amit ilyenkor fel kell olvasni? Ír valamit? A Bleak Journalnek a 186-os bejegyzése a mese vége. Azt, hogy... Hányos 100? 186. Hogy bedaráltak? Holttestek hevernek mindenhol. Ez igaz. Vértócsa csillog a földön. Az élő holt elégedetnek tűnik. Bármit is akart, azt elérte. Idegen szavakat suttog, egy ősi nyelv, egy ősi nyelven, majd, Achtung. Majd a torkához kap, és feltépi. Vér záporozik a földre, és sisteregve, füstölögve el is ég, füsté változik, és kénkőszak terjeng mindenhol. A pokol démonai tudják, hogy itt bizony dolguk lesz hamarosan. Az áruló a családi, tehát a családi címert a Deed to the House nevű lapra, vagy bármire, van egy Deed to the House nevű valamink, arra kerül rá a családi címere. A szentségtelen dolog most már halott, de előtte is halott volt, vissza fog még térni egy nap, és ismét rémületet kelt az emberek szívében. Egy Bloody Corpse bekerül az Event Deckbe. A P270. Nem mosolyogjál! És így mosolyogjál szépen utat. P270. Van egy ilyen jelzős, hogy P275. Teljesen esélytelenek voltam. Kikiszedhető cucc. OP volt a hulla! Így van, OP volt a hulla! Nyilván a... Azt szerintem a Purgatory Deck. Lehet. De majd ide ragasszunk egy szellemet, mert azt el fogjuk felejteni. Igen, itt egy szellem. Szóval egyrészt a hulla bekerül az eventek közé a jövőben, aztán folytatódik a szöveg. Eltemettem a birtok különböző zugaiban a revenant maradványait, de holtalan éjszakákon még mindig hallom, ahogy a fej sikoltozik. Egy buried head, egy eltemetett fej is bele fog kerülni az eventekbe. Erik alapul... mindig ezt csinálja. Na, ez a... Egyébként tudtam, hogy veled valami nincs elrendben. És még nincs vége. Vajon milyen testek hevernek még a padlódeszkák alatt? Kiket temettek még el itt? És a Voice nevű lap is bekerül majd az eventekbe. A Revenant az élőholt puszta kezével gyilkolt. Vannak családok, akik ezt érdekesnek találnák. És a Savage nevű calling is bekerül a callingok közé. Tehát most már nem csak tudós lesz, meg háborús veterán, hanem a vadállat is bekerül. Jó, szóval... Szóval a Bloody Corpse... Deed to the House, ezt megtaláltam. Oké. Okay. Erre csirke családi címere fog rákerülni. Prológus, chapter 1. Deed to the House. Került. Prologos nem került senkinek. Nem. Nem. You own the house. Ó, oh, hát, Istenem. A... De figyelitek, hogy mindig Günther jön ki jól ezekből? Igen. Legközelebb egyébként még a bejáratnál kellene szágba verni háromszor, és aztán... Tehát azt kellene csinálni, hogy semmiképp ne nyerhessen csirke. És akkor szágba verjük. Ennyi. Szóval bekerül a Savage. Így van. Igen? A Savage az ilyen flavor textről, hogy no problem is too difficult to solve through rage. És azt fogja tudni majd a Savage, hogy amikor fegyver nélkül támadsz Might-tal, akkor döntetsz úgy, hogy elvesztítsz egy knowledge-ot, hogy kapj két extra kockát. Hmm. Ami elég OP. És akkor bekerül a Voice, mint esemény. Így ugye? Van. Bekerül a... A Buried Head. Buried Head. Tehát így... Hogy is mondjam, így dúsul szépül a ház. Egyre hát mert hogy szépen növekszik. Igen, a... bekerül a Deed to the House. Igen, és a Bloody Corpse. Föl kell írnom, hogy... Ja, igen, ja, föl kell majd írnom, hogy széttépte egy hulla. Jeromos. Ja, nem is, engem megölt Günther. Tehát nem is a hulla ölt meg, hanem Bloody Günther. Bloody Corpse. Aha. Azt mondja, P275, nem tudom, ez vannak-e jelzések az alján? Vannak, ja, igen. P275. Meghalt Jeromos is, és Jeromosnak egyébként mi is okozta a vesztét? Széttépett egy hulla. Széttépett egy élő halott, igen. Jó, hát akkor ezt a három eseményt meg sem nézem, hogy ezek micsodák. Kérlek egy matricát.
Miért? A zöldet. Zöldet. Köszönöm szépen. Szóval ezekbe fognak kerülni most az event deckünkbe. A purgatori decket azok, azt ügyesen elrakom, hogy ezek véletlenül se keveredhessenek. És a chapter várra ragasztam akkor fel? Mert igen, van prolog, chapter 1, chapter 2. Chapter van szerintem, de... Akkor chapter 1, igen. Azért megnézem gyorsan. Ja, nem az a... De ez tök furi, hogyha most kerül be, akkor miért van rajta prolog? Lehet, hogy a prolognál nem a prolognál, hogyha úgy alakult volna, lehet, hogy úgy alakult akkor... Igen, tehát lehet, hogy ha mi nyertünk volna... Vagy a de ott mondjuk nem volt nekünk win conditionünk, nem? Prolognál egy valaki életben marad, és addig megy lehet, játék. Hogy a prolog végén, a prologban mit játszottunk? A Witch Huntot, a Witch Huntot. Ott nem, mi, ott a áruló nyert. Tessék, nem, ott nem volt áruló. Nem volt áruló. Ott egymásnak. Igen, én. Hát egy ember maradt életben. Jó. Günther! Ide adott nekem a Traitors... Ja, ott nem is volt a Traitors tomba semmi. Nem, semmi. Akkor azt mondja, hogy when you win, az entry 117-et még majd elolvasod, Viktor. Aha. A Bleak Journalban. Szóval azt mondja, kihagytuk legutóbb. 100? 117. Úgyhogy lehet, hogy már a múltkor is kellett volna hozzáadnunk ilyen-olyan eventeket, vagy ilyesmiket. Ó, neked már van egy heirloomod. Szóval... Mi? Semmi. Igen, a crossbow családi heirloom. Szóval a múltkori az úgy végződött, hogy ez a hely most már az enyém. Itt most az a baj, hogy nem fogom teljesen felolvasni, mert akkor elspoilerezném annak, aki nem látta. Az a lényeg, hogy majd körbeadom. Az a lényeg, hogy ez már a te otthonod. És... a múltkor kellett volna adnod családnevet. Tehát a múltkori volt az alkalom, amikor családnevet adsz, erre a szalagra, a family cardon írod rá, a szalagra írod fel a nevet. Tehát egész eddig tudhattuk volna, hogy mi a családneved. Basszus, hát ilyen még került volna be event card. Jó, hát most igazából teljesen mindegy, mert most már ezeket húztuk. Jó, de a Shallow Graves-et be kéne tenni. Jó, azt berakjuk. Mert... Túl sok sírt ástál a múltkor. Már megint? És akkor itt a prologusnál is felkerül a címerem. A Deed to the House-ra rákerült a crested. Akkor annyi még, hogy én kezdtem volna. Így van. Aha. Igen, igen. Elég jól alakul ez a Deed to the House kártya. De hogy csak 3 chapter van? Önk egy csomó szenárió van, nem? Hát gondolom majd utána megváltozik. A másik oldala is. Ó, ja, akkor nem szóltam. Jó, és ennyi, hogy a Shallow Graves került volna be. Igen. Jó, tehát bekerült volna egyetlen egy eseménylap. Mi lesz a családneved? Günther Pfannfenkroger. Günther Winner. Hát, esélyünk nem volt, azt kell mondanom. Nem. Utasd meg kamerába. Meg kell néznünk nekünk is. Ha nem látnátok, Günther turul. De úgyhogy turul. Hát és a madaras ház, ugye? Hát igen. Igen, nagyon jó. Hát az a baj, hogy Ethel von Dildostorm és Jeromos von Dildostorm is elhalálozott. Egy napocska van, mint egy mosolygós virág. Mosolygós, nem az, amire te gondolsz. Ánusz rózsa. Ez a mentalitás okozza a vesztedet. Nem, az okozza a vesztemet, hogy odajönnek random emberek, szájba vernek 3-szor a ködös vérmezőn, és meghalok. Ez okozza. Nevernek nagyon szépen köszönjük a támogatást! Jöhet a kövi rész, szombaton meg Kossuth térezés. Nagyon szépen köszönjük! Hamarosan, egyébként nem tudom, hogy mikor lesz a következő alkalom, amikor lesz időnk játszani. Nekem már csak jövőre. Neked már csak jövőre? Bizony. Úgyhogy akkor jövőre de fogunk legközelebb játszani. De nélkül nem is játszhattok, mert addig valaki beugrik. Olyan nincs. Megvárunk, Viktorom. Abszolút nem sértődök meg, hogyha a következőből. Hát 2 hét múlva már egyébként majdnem jövőre van, úgyhogy... Igen, ne ijesszen el, hogy teljesen haszontalan vagy. Nem is tudom, ki volt az, aki először halt meg, majd
Az ő volt. Másodszorra halt meg, és ki volt az, aki majdnem megölte az árulót. Tegem sokon múlt egyébként. Te oda írtad, hogy... Traitor! Ocskos! Igen. Szóval maradjunk abban, hogy nagyon jól nyomtam, de a legvégén... A Revenant ellen úgy sehet volna semmi esélye. Egy dolgot akarok mondani, ha valakit lecserélünk, akkor az... Ennyi jó, a ház. Még mielőtt elbúcsúznánk. Ez volt ugye az a lap, ami elindította gyakorlatilag az egész Hauntot, ez a bros, ami megmondta, hogy mi történik éppen. Dávid, ezt a lapot átnyújtanám neked. Nem! Mert hogy van még egy sor ezen a lapon, amit még nem olvastunk el. Egyetlen egy sor van rajta. Nem fogom széttépni. Nem. De az itt rá van írva. Az van ráírva? Hát nem az, hogy szét, az van ráírva, hogy pusztítsd el. Destroy this card at the end of the game. Meg is eheted, el is égetheted. Ennek pusztulnia kell. Ennek de ennek a lapnak bizony... Ennek a lapnak bizonyos vége van. Bizony, bizony. El is felejtettem, pedig valóban. Valóban ott volt. Bezumoljak? Szeretnéd, hogy drámaibb legyen a hatás? Egy Legacy játékot játszol, játsszál Legacy játékot. Légy férfi! Ki fogja takarni az egészet, Kaci? Ez nem így működik itt. Ah, én megpróbáltam. Most rendben van. Ez majd kamerán kívül! Kamerán kívül! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok! Pusztítsd el! Ma is! Pusztítsd el! Nekem fájt. Akkor nem! Nekem fájt! Mi vagy te? Halló. Nekem már mindegy. Szegény Abrahamnek már oly mindegy. Amúgy ez a Dietl az tök jó, azt tudja, ezt még elmondom gyorsan, hogy azon kívül, hogy aki birtokolja, az kezdi a következő játékot. El lehet használni egyszer, hogy visszarakjuk a dobozba, és akkor move helyett átléphetek bármelyik már ismert tájra. Tehát ez egy teleport. Az elég jó. Az elég fasza. Az elég fasza. Nagyon várom a következő alkalmat. Hát ez egyre izgalmasabb lesz, most ha bekerült egy csomó kellemetlen lap így a deckbe. Igen, tehát hogy se a Buried Head, se a Shallow Graves, se a Corpses. Egyik se volt nagyon biztató. Itt lesz egy-kettő mókás dolog még, és azt elmondhatjuk, hogy a következő alkalommal, most már nagyjából látjuk, hogy mekkora szkópja egy játéknak, most egyébként elég relatíve hamar kijött a hang. Igen. De a következő alkalommal már egy sokkal hosszabb streamet és két chaptert fogunk majd végigjátszani. Úgyhogy ha tetszik ez a fajta content és szeretnétek, hogy streamben folytassuk és ne tudjunk folyamatosan játszani, hanem csak amikor streamelni tudunk, mindegy, akkor ezt egy like-al tudjátok jelezni és nagyon szépen köszönjük. Ha nem tetszik, akkor diszlájkoljátok tök nyugodtan, mert hogy sokat nem számít. Hamarosan találkozunk újra. Csirke Viktor, nektek nagyon kusa. Nektek nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megint kiszakítottatok az egyébként rendkívül akciódus életetekből egy pár órát azért, hogy tudjunk egy kicsit játszani. Köszönöm a meghívást. Hamarosan folytatni fogjuk, és nagyon szépen köszönjük nektek is a figyelmet. Találkozunk nem sokára. Jövő héten 2 éves lesz a Fun with Geeks, úgyhogy egy hosszabbacska streammel fogjuk mindezt megünnepelni, de addig is lesz még társasjátékos videó, vicces, érdekes bejelentések, illetve még a jövő héten is lesz egy couch party epizódunk, úgyhogy lesz itt content bőven, gyermekeim, úgyhogy köszönjük szépen. Szasztok! Szervusztok, Attitek! Nem! Nagyon szépen köszönjük a szexi patronjainknak, hogy életben tartják ezt a csatornát. Ha te is szeretnéd támogatni a Fun with Geeks, akkor azt a leírásban lévő linken keresztül megteheted.